Megy? Csett, megy. Elhittem, megy a live 10 másodperc, de vedd már fel, hogy tudj itt vagy mi. Mivel menjünk fel? Hát, ide nem benne is, aki nem. Ne, mert beriaszt, ugye? Itt mindenhol riasztó van. Hallod? Na, úgy fosok, hogy beriasztok. Na, az a lényeg, hogy most mentek el, láttam, hogy szét a kocsit már nincs ott, és most néztem a parkolóba, gyere. Vagy inkább nem mutatok a parkolóba. Mindegy, a lényeg az, hogy elment az autó. Chat, itt vagyunk, a Silló István irodaházában, itt vagyunk az iroda helyiségben, azonban nem is tudom, hol az iroda, vagy hanyadik emelet, meg kell keresnünk. Beszéltünk, van beépített emberünk a Bence, múltkor itt volt. Azt mondta, hogy múltkor mit csináltunk, tesó? Hát múltkor az egész lebuktatott, mint a büdös szar. Nem buktatott le minket. De mi basztuk át őt? Hát igen, de amit nem tudnak, chat, amit nem tudnak, ezt figyeljétek. Ezt tudod micsoda, tesikém? Ezt tudom micsoda. De ez micsoda. De gyerekek, nálunk van az irodának a kulcsa, mert múltkor ezek azt hitték, hogy minket basznak át, oda lerakta a Bence basz meg a kamerát, az a 30 éves fejével, nem, azt hitte, nem veszük észre a beépített kamerát, én lereagáltam a videót úgy, mint hogyha nem vettem volna észre, hogy ez egy beépített kamera, jaj, benne voltunk a videó, mindegy. A lényeg az, srácok, hogy megszereztük az iroda kulcsát. Basz meg. Kapcsolj flashlightot. A lényeg az... Itt van, ne? Van. Cseh! A lényeg az, hogy múltkor, amikor itt jártunk, Bencétől elmentük a csarattal az iroda kulcsát. De szerettem, azt hiszi, hogy komoly okos. De olyan hiszi, hogy azt hiszi a csáva. Bamba marha. Ilyet mond nekem. Srácok, írta Instagram Pali. Srácok, nem találtátok meg esetleg, nincs srácok az iroda kulcson, mert elvesztem. Pali, az vakomba. Tudod, mire mondok erre? Szakadok. Bamba, marha. Tesó, menjünk, keressük meg. Az a lényeg, hogy megvan a kulcs, csak nem tudjuk, hogy melyik ajtó az amúgy, elméletileg. De Vaska, itt ugorjunk el, tegyem meg. Anyád! Milyen magas ez? Édes Isten, itt nem fogjuk megtalálni. De itt kajak eljött egy ember. Előbb. Most ment ki. Ott áll valaki. Ez csak esik az eső. Várjál már. Nincs valaki. Isten, lelgetsz, nincs csend. Várjál. Jó, valaki nem álltak. Gyere! Ó, tesó, ez a bekrónusz. Ez mi a fasz? Azt ki? Figyeld már, ki van tudva. Yoshi barát. Ez mi? Édes, ez a bekrónusz, hallod? Nem itt volt az iroda. Gyere! Nem itt volt. Mit? Az ilyen fehér folyosó volt, ez meg full sárga vágod. Ja. Menjünk be a liftbe. Az majd félek, találkozunk valakivel. Tudod, a lift az az a baj. A lift az tudja valaki oldalban. A lift az az a baj a liftel, hogy egy irányú. Tehát valaki beszél, beszéltünk. Itt, meg Cset. Gyorsan jobban. Cset, hogy rakjam. Jó, akkor rakjam. Kinyílt. Most mentek el. De amúgy magától is szokott járni a lift. Most mentek el. Azt meg. Vagy alárgom, hogy hányan vagyunk, srácok. Megy a live. Negyedik szintű iPhone, meg ilyenek gyerekek. Roppantjuk be azt iPhone-ot most azottan. De megy a live. Hogy nem menne?
Ja, nem is ízé, fészge meg tudod. Megy a chat, de jó gyerekek! Na, megy, hogy megcsináltam. Én azt el szeretném mondani, hogy a Steve az tegnapra várt minket. Úgy volt az egész script. Baszd meg! Hello, szia! Hello, szia, szia! Oh, kis cuki kutyus. Szia, hello, szia, szia, hello, hello! Mert te soha miért ott állsz meg az ajtól? De akkor maga biztosnak kellett. Azt mondom, ó, milyen cuki kutya. Az van, nem, el kell mondani a testvérnek, hogy amúgy kibaszott, mert scriptnek voltak a részei. Mert azt mondtam live-ban, hogy csütörtökön jövünk ide. Ergo, paca, csütörtökön várt minket. Beszopta. Beszopta. A lényeg az, srácok, hogy most vágják ők. Írsán vannak, ha jól tudom. Most vágja a Steve, vagy már ki is rakta, ha jól minden igaz. Az új Laura is normál részt, ergo fingja nincs, hogy mi ma itt vagyunk, mi a Bencével beszéltünk. Jó, és az a lényeg, hogy így ki tudtok játszani a csávót, mert kilíkeltétek baszki azt, hogy csütörtökön jövünk ide. Ezért rohadtul nem tudtam, de én tudtam, hogy kilíkeltétek, nyilvánvalóan nem tudtunk csütörtökön, de az a lényeg, hogy ki tudtuk, itt van, ez az, megjöttünk, ki tudtuk, játszani az egész szituációt, mert jó is volt így, hogy kilíkeltétek, ez volt a lényege. Mi a fasznak itt a liftet? Hát, nézzük, hogy lesz-e itt valaki, figyelj. Ez ilyen orosz rulett. Baszd meg! Én nem fogom erre a kérdésem. Nincs benne senki. Nincs benne senki. Azt hittem, van valaki, egy tükör. A tükör. Egy tükör volt, azt hittem, ott van valaki. A tükör. Jó, de van. Emeletről menjünk. Ez az. Hát én felismerem, te sem. Lambox. Jó. Milyen komoly autó van itt? Az nagy volt, te sem. Kamera fönt. Ne, menj itt. Innen. De az vesz minket. Nem tudom, hogy ez hány fokos, amúgy, de egyszer úgyis el fog jutni a Steve-hez, hogy fünket csak. Ez kódot kér, ez a kapu, Jack, ez kódos. Hát nem mondod, bassz meg, de meg nincs meg a kód. Megvan a kód. Írja, Gerinek mondjad, hogy izé... Vagy jöttek a Bencével, csak úgy faszolt, hogy Geri is tudod egy kicsit ilyen bomba fejű. Viccen egy. Ezeket úgy kiátszok, mint a szar. Írjál már, vagy csörges rá, hogy izé. Tesó, itt vagyunk a Bencének, nem hallja, hogy itt az. Belesétáltam a kamerába telibe. Mindegy, ez már kurvára, de chat. A lényeg az, ebből a live-ból, amíg megy a live, létszik, ne rakjad a kis sztori, TikTokot, semmit, mert minél később akarom, hogy rájön a Steve, mert miután rájön, valószínűleg hívni fog engem, ide fog jönni, nem tudom, de azért, hogy tartsd titokba! Chat. Ez nehéz, mert live-olunk. Hát igen, de hogyha nem mondják el neki, a Steve az nem tudja, hogy kell kezelni a Twitch-et. Le van tiltva a csatornánkon. Halad, hívd fel a Gerit. Gerit most hívod. Hangüzenetet küld. Jó, hangüzenet. Vagy hívd. Hangüzenet. Hangüzi? Ha. Várjál. A Geri. Mondjad neki, hogy... Szia, mi a neve ennek a csávó? Mondjad már neki, hogy Gerilla. Nem. Kovács. Kovács Gergel, mi ez? Hallod. Mondjad neki, szia Geri, jöttünk a Bencéhez, csak nem hallja, hogy csengetünk. El tudod mondani a kapucsengő kódot gyorsan? Jaj, várjál, nem találom, Geci. Mi a neve a Palinak? De várjál, bassz meg, tényleg azt mondja a chat, hogy ezt a kék cuccot, ezt a csipogót odaérintjük a kulcshoz, és akkor beenged. Várjál. Ez, bassz meg, ez csak ennyi. Fussál már, baszdmeg! Benyomódott, kitörölted? Kitöröltem. Miért írtam, hogy jött? Nem, én hozzá akartam érinteni ezt a csipogót. Hozzá. Én azt nem mondom, az a külső, az van, nem? Én nem tudom, nem működött. Csár, figyelj már, itt vagyunk az iroda előtt. A Jossi vagyunk a Benci, ez csak nem hallja Pali, hogy csöngjük. Mondd már, hogy mi a kóda. Bá! Tetszik, fussoljál már, ugye? De bele akar, csak hogy tudja, hogy naturálba vagyunk, tudod? Igen. Na csá, Geri, figyelj már, itt vagyunk a Bencénél az irodában. Bá! Az van, hogy itt van, nem bírom így, és hogy hamis szeretet fel. Jó. Szint fosan az agyom. Jó.
De így tudja Geri, hogy ketten vagyok. Bazd meg, jönnek. Azzal buktatjuk le magunkat, hogy sprintelünk, mint valami idióták össze-vissza. Hülye vagy, geci. De hallod? Beszakad a szívem. Na, gönd már, ezt kibaszottam. Figyelj már, itt vagyunk az irodában. Bencihez jöttünk átvenni pár dolgot, tudod? Az a lényeg, hogy csöngünk, nem tudom, rajta van a füles, nem hallja, hogy csöngünk. Gyors, dobd már a kaputelefon számát. De miért ilyen vízhangos amúgy ez? Most várunk ilyenkor. De azt mondta még a chat, hogy lehet, hogy én vagyok a fasz. Mert hogy a piroshoz kell odaérinteni ezt a csipogót. Hát mert nekem otthon nem így van. Próbáld meg. A Geri mindig visszajön amúgy, csak nehogy a Geri lékelje. Basz meg, várjál már. Lehet, hogy írni fog a papcának amúgy. Nem, amíg Geri ő úgy tudja, hogy mi a Bencihez jövünk, szóval ő nem tudja, hogy most para van. Igaz. Ő nem néz Twitch-et. Hát nem tudom, hogy a Geri nézi-e most. Szerintem nem... Nem gondolja, hogy most live-olnánk. De mi van, hogyha én csak erre rányítok, ez beriaszt? Nyisd ki a faszomba. Lehet, hogy veszem csak. Csak nyisd ki. Hogy a kulcs nem? De hülye, ott egy csomó kulcs. Hát ott ilyen, csak nyisd ki az ajtót, feltétlenül csak úgy nyitja. Szerintem ez lesz az viccelem. Igen, vagy az normális vagy? Viccelek ezt lesz. Bele se megy. Bele se megy, bazd meg. Hát, mocsadék. Túl kicsi a lyuk. Ez már jó lesz. Túl vastag a kulcs. Bazd meg. Várjál. Szerintem ez lesz az. Szülje. Várjál. Geri, baszki, írjál már, Geri, mit csinál, Geri? Hallod, nincs valami hajtincset? Te nem használsz hajtincset? Mi hajtincset? Hát, ilyen haj... ...izét, amit ki tud nyitni. Valami lockpick. Vágod. Az nem hajtincset, az hajcsat. Ezek srácok, amúgy ebből a live-ból tényleg semmit ne hozhatok már meg, léci, mert annál tovább tudunk itt maradni, minél később jön rá a Steve, hogy itt vagyunk igazából. Megfelelk nincs hajcsatos. Legalább jussunk be, mielőtt eljut hozzá, baszki. Hát hajcsatos trükköt én vágom. De Steve, ez ki van bannolva a csatornáról, az nem tudja. Nem tudja nézni a streameket. Ki bannolták a mutatot? Nem, én már unbannoltam. Kajak. Bassza meg. Chat. Mi jött a Geri? Várjatok. Várjál, azt megnéz. Jó, írt a Geri. De szeretem Gerit, geci. Hova mész? Hallod, mondd már neki, hogy izé. Ne a Bencét csörgesse meg, hanem írja le a számot. Várjál. Most írom neki. Jó. Chat. Chat. Itt vagyunk, az iroda előtt. Próbálunk bemenni jelenleg. Csak az a para, hogy mennyi az idő? 15 perce megyünk. Az a kurva nagy para, hogyha ez eljut a Steve-hez, ő szerintem azonnal le fog minket kapcsolni. A lényeg az, hogy tényleg... Ez figyeltessék el, intézkedjek. Megvan a kód? Be. Várjál. De hogy nem ez lesz, és beri azt az egész rendszer, az kiírta. De Geri leírta? Igen. Várjál, hogy ezt mutattam live, ezt kilíkeltük a kódot. Basz meg! Kilíkeltük a kódot. Basz meg! Kilíkeltük a... Basz meg, erre nem gondoltam. Nem baj, a kurva anyja. Megérdemli, megérdemli. Ezt újra lehet kalibrálni. Nem, nem hiszem, egy új rendszert kell vennie. Tesó, ez a prank léze, kilíkeljük a kódokat. Akkor most már nincs itt senki, Nincs itt senki. Ben vagyunk az irodába. Esélyek itt szantelód. Kösz. Na. Ez az ajtó, az első ajtó volt balra. Nem? Itt a propón.
Igen, ez nem az, amivel csináltam. Nos, de ilyen TikTok. Ú, ez nagyon kicsi. De várjál, mert most ezen gondolkozok, hogy az ez az ajtó volt, amin bejöttünk múltkor, vagy ez? Nem, ez. Ez? Az a propó, nem. Mi a fasz? Gyere már ki, mert ezt nem fogok riasztani. Bazd meg ott a riasztó. Ez beriaszt. Ott volt a riasztó állak. Idióta vagy. Jó. Hát, bazd meg, nem tudta. Ez minden iroda, ez egy iroda. És most ez be fog riasztani, mint a szar, ugye? Hát ha beriasztott volna, azt halljuk. Hát 30 szek egy riasztó, amíg beizél. Igen. Akkor számoljuk egy 15, 14, 13, 12, 30 szek. 11, 10, 9, most rá 8, a rendőröket, én 7, 6, 5, 4, 3, megyek a Váci 2, börtönbe, 1, nem, megyek a Váci börtönbe, vagy van az részé, nem tudom. Ez melyik? Ez így, tesó, ezen két zár van, baszki. Igen, de ezen meg be lehet nézni. Csengő! Ne. Köci, most halkan akarunk bejutni, baszd meg, ne riasztasz! Csengő! Ugye, ordiválsz! Ezt melyik kulcs nyitja, baszd meg? Ez. Azt valószínűleg nem az nyitja. De, azaz. Belemegy. De köci, nem tudsz beledugni egy kulcsot. Nem így kell, ez nem egy kibaszott kosárpalánk. Szépen illeszt oda. De szerintem nem ez az a kulcs. Rossz kulcsomót osztunk el, vagy mi a fasz? Hát csak be tudunk jutni az irodába. Ez kell. Nagyon jó, de so eszel! De várja, mi van, hogyha ide bejövünk és beriaszt? Én tudom, hogy van a jobb oldalon egy panel. Basz, várja. De mi a riasztó? Te emlékszel a kódra? Persze. Na mi ez? Steamnek a dátuma. Várjál, mennyi? 1972. 1972. Vagy mit apukám? Vagy mit apukám? 75? 75-ös. Jó. És ez a kód? De most ezt is líkeljük. Hát... Basz meg! Basz meg! De vágod, amikor beengedett a Bence minket múltkor. Igen. Én fúra mi ezt lenéztük, mert bombá. Vágom, csak a 72-re emlékezem, de akkor azt tudom, hogy 1970. De az 5 az fix, mert csak hogyha rosszul ütöd be, akkor telibe van. Igen, csak nem értem, hogy miért, hogyha 70-ek, 5-ek. Nyisd már ki. De vele, de igen. Hogyha 70-ek, az 5-ek. Ne, két kulcsukas. Hát jó, neki tudjuk, mi kinez, kizárjunk kettő zárral. Steve, de hallod? Steve? Viszont, hogyha kettő, azt akarom mondani, hogy miért lenne 75 a vége, vagy 72 vége, hogy 70-ben született a papca. Nem tudta, azt hittem 72-ben született, basz meg. 75-ben született. Csett, már öreg róka. Minden nap okosod, minden nap tanul az ember. Jó, ismerte a másikat. Várj. Viszont van kb. 30 másodpercünk beírni a panelbe a kódot. Milyen panelbe? Mert ez most beriaszkoljak, hogy beriaszt. Hát ez beriaszt, mint a szarni. Ahogy benyitsz, egybe be kell írni itt a kódot. Nem is jó a kulcs vele. Mert akkor ez most nyitva van. Ez alul nyitva van. Te soha, hogy kitörted az árat, vagy ez mi? Hát, tudod, azért van erő a kezemben. Te szívasztod az árat. Várj már. Ez hülye. De mi? Ez nem jó ennyi kulcs. Szia, Stevie, jövünk. Csak ne líkeljetek ebből a lábból, kurván ne küldjétek el neki, jó? Hallod, nem megy bele egy kulcs. Most jelenleg a Steve írsámmal, jól tudom. Most már egy kulcs sem megy bele. Próbálj meg. Nem megy bele egy kulcs. Nem tudom. Ez a legkisebb. Nem megy bele. De én ezzel nyitottam, ez ilyen Audi fékos kulcs. Ezzel nyitottam ezt. Baszd meg. Az összes kulcsot elhoztad, ami ott volt a Bencénél? Az összes kulcsot elloptad? Mert azon megakadunk már itt az első ajtónál, vagy második. Mi a szar?
Nekem bele mentes vagyok. De ugye, azzal nyitottam ki ezt is. Jó, na várjál, ezt most kinyitom. 1975. Egyből veri azt ez a szar. Mi kajak? Hát, egy iroda. Ez úgy van általában, nem? Nyisd ki, baszom, de nem hiszem el, hogy veri azt. Gyere. Menjünk be. Geci, van meg! Ne. Ja, hát baszd meg, 1975. Na! Csípom még? Sípol? Most fel vinőt. Jó, megvan. De várjál, várjál, 30 másodpercet várnunk kell, mert lehet. De hallottam így, hogy... Ti-ti-ti. Meg vagyunk. Ne kezdjük megint a robbantós játékot. Mi? Nem hallottad? Majd kiszakadt az ajtó. W. De hallod, ne kezdjük megint a pi, tudod, a robbantós játékot. Bezárjunk magunkat? Nem, mert hogyha nem bírnak ők bejönni utánunk, akkor nincs semmi. Bezárjuk így. Jó, bezárjuk. Az kulcs nélküli zár. Jó. Várj, ezt itt hagyom. Ha jól tudom, nincs itt senki. Csendben vagyunk a Steve irodájában. Bazd meg, hallod, a Steve az Real Madridba játszott? Ki? Ezek szerint? De nézd, hallod, itt most akármit csinál. De várj, most már nem is kell... Nem kell suttogni, benn vagyunk, baszki. Hát jó, csak nem tudom. Picit én félek. Ez izgi, tesó. Ilyet még nem csináltunk. Faszorrú. Ilyet még nem csináltunk, tesó. Valaki lehet csetre, meg kiírja rendőrséget, aki tudja, hogy hol vagyunk. Az a baj. Kajak. Én attól félek. Cset, velünk vagytok, vagy ellenünk? Ez a kérdés. Választhatok. Rabok legyünk, vagy szabadok. Hallod, egy kis vizecskét intézel. A. De abból jön is. Na. Na, poszd meg. Telibb a földre, megkedsz. De hülye, várjál már. De itt most akármit csinálhatunk, már suttogni se kell. Ez a milyen kasi? De... Woohoo! Woohoo! I feel good! Várj, tesó! Van egy ötletem! Betolom az ikonikus Siló szlájdot itt, ezen a helyen. Ahol volt az eredeti. Az a baj, te nem az István vagy, neked ez nem megy. De ez miért nem megy? Miért nem megy? Mert ez most ez szar, ez nem is illó szlájd, ennek ilyen gumis a talpa. Ez csizma. Az nem jó. Abba nem tudsz csúszni, tesó. Bazd meg. Hát most már gratulálok. Most már nyomot hagytunk. Most már nyomot hagytunk, gratulálok. Szép volt, tesó. Nézzünk szét. Lefejeltem volna a falat. Tesi, nézzünk szét, én azt mondom. Gyere, nézd, erre. Bazd, de milyen kamerák van? De ezek nem működnek. Ezek működnek? Működnek ezek. Szevasz, Tivi! Szia, Steve! Csókollak! Steve-ke. Ennyit erről, Steve. Ez mi a gyász? Biotech USA. Dick fehérjét beleddelte az öcskös érte. De Steve az ennyire nyomja neki az ezt gyugrás. Tudja intézni a Steve. De mennyi? Hány kiló protein van itt? Nem tudom, de keményen néz ki amúgy az iroda. Ez az izé folyosó van egy kumulatok. Ilyen... Menj merre? Na, de tesó, nézzük meg. Oh, ebben egy kulcs is van. Nézzük meg így szerintem sorjába. Ez nem riaszt be, ha benyitok. Lehet. Metsz. Nem riaszt. Csipok? Nem. Baszd. Rossz villany. Oh, ez a raktár helység. Hülye. Ez egy kincses bánya, baszod. Betörtünk a Lambox raktárába, Chat. De szeretem. Viszont innen amúgy ezt kipakoljuk, mint a cool kids! Tesó, várjál! Ezt jó, táskát vedd le a táskát, ezt pakolunk. Hallod, mehet? Azt a kurva! Megjött a Mikulás! Adja egy-két poptárcot, adjál! Egy ilyet, tesó! Laura is normanosak. Igen, egy poptárcot. Milyen poptárcot? Ott szembe, poptárc. Melyik a legjobb? Ez fasza, nem? De a Batman-es. Ja, a Batman-es is, az fasza! Jöhet, jó. Nekem is kéne egy Laura és normális póló. Fekete vagy fehér? Fehér, jó. Oké.
Mik vannak itt, tessék-e? Hülye, milyen kis. Laura is normális sapka? Jöhet? Ez Laura is normális ilyen komoly sapka? Hát, vagy nem tudom, ellen. De nézd már, milyen komoly kajak. Én nem tudom, mi az, tesó. Mik vannak itt? Hülye, van ilyen izé szőnyegük? Miket árulnak ezek? Hülye, Rick and Morty szőnyeg? Szétadom. Kajak, van ilyen Rick and Morty szőnyeg? Tango! Vagy tanga? Tanga? Poppin Candy? Milyen komoly raktáruk van? Ezek amik kurva drágák, rakjuk el egy ilyet is. Jokeres? Rakd el ezt is, jajjaj, tesó. Ez nekem kéne otthon. Kezdünk megtelni. Jó lesz ez. Az meg! Nem fér már bele, annyi mindent raktunk el. De nekem is kell még valami. Fi, milyen kis komoly bögrék vannak itt. Mi a fasz, Cset? Milyen komoly izéjük van ezeknek? Vélyes kontroller. Gyerekeknek. Ezt három éves mondta. Három éveseknek PS4 kontroller. A Laura is normál nézőknek? Jó. Ja, rakd el azt is gyorsan. Bro, tinki, de menjünk a adjál már még valami, még egy pólót vigyünk, azt jó leszünk. Még egy póló, kulkintes? Nem, hozzám egy szatyrot, egy ilyen szatyrot. Milyen szatyrot? Vigyünk egy egész szatyrot. Vigyünk egy komolyabb szatyrot, abban még tudunk pakolni. Na mi van, Steve? Azt hitted mi? Azt hittem ki tudsz játszani minket, mi Steve? Öcskös. Hallod? Figyeltem, azt hittem felhívott telefonon, azt köszönsz. Ja nem. Ne idegesíts már. Ne remegjél már, teső. Mi vagyunk végig, mi van itt ebbe? De ez... Hülye, piátár? Piroska szörpöt, azt a Steve forgalmazza. Ugyan, de várjál már, ez milyen? Már. Kókuszgolyós ször. De ezt a Steve forgalmaz? Ez kell nekem, ezt elrakod nekem, tesszük, kell egy kókuszgolyós szörp, az kurva finom. Ilyet én még nem is ittam. Hát ez gyerekeknek van. És én is gyerek vagyok még. Na, rakjuk el. Rak már nekem, babba. Babucika. Nincs itt szatyor, kajak? Hát ezt nem rakom el, ez össze fog törni. Rak már nekem. Hülye, monitor. Neked úgy is kell monitor. Baszd be az izé, táskába hozzad? De várjál, van itt három is. Mi? Várjál, kukába is van azért érti. Merci. Hülye, kidobták a kukába a fullos merci csokoládét. Van benne csoki. Pontatlan. Szopac. Kukába. Steve. Nem, fixen ki van bontva. Steve. Fix ki van bontva. Ez pontatlan, nézd már. Most tettem oda. Bonts ki. És ez a... Bazd meg. Bosszú. Köci. Eltörtem. Nem. De mi ez? Hülye, hallod, csináljunk már egy olyat, hogy itt a folyosón végig van egy ilyen. Végig folyosón. Bonts ki. Mondhatlan, mert ez úgy csak kukában volt. Idén több millió forintnyi termék van itt, azt egy merci csokoládén vagyok felizélve. Ennyi, tesz jó. Ó, ez kajak bontatlan. Ennyi meg ezek. Nem. De. Ennyi a kék. Vagy mi ez, a zöld? Na az milyen? Hát te a fehér csokit vetted el. Nem. Én nekem a barna csokit. De ez a kakaó, ez nem a kávés, Cset. De ezt miért dobták? De most kajak, ezt miért dobták ki? Ez mert van pénz, tesó. De ez mérgezik? Nem tudom, miért dobták. Lehet megmérgezték nekünk? Benne van a tesó. De én ezt nem hiszem el, ezt miért dobták ki? Ez kajak, ez bontak. Lehet megmérgezték, tesó. Halljak, meg szerettem azt, akkor mi van? Ezt megkóstolom. De most várjál. Nem hiszem el. Steve. Ez már elég szorít, lehet lejárt, tesó. Akkor azért dobták ki, fasz. Szar, kajakszar? Kajakszar. Én akartam menni egyet, ne egyek. Ez egy büdös szar. Jó, dob ki. Monitor intézik. Tesó, milyen kell? Acer? Tesó! Mit találtál? Máma, eszünk gyerekek, tik, mik vannak ezeknek? Á, gyerekek, akkor átszakítunk, baszki! Mit csinál a Pali? A Steve az kitopja a monitorokat, ki ezeket töröm szét streambe. Mit csinál? Menjünk, ez már nem fél bele a táskába. Ez a pakoljunk, hülye. Miért törnéd szét? Hát nem tudom, lerúgom, vagy valami. Jó van, bátya. Kipakolunk, Steve. Villentyűzet! Ó, hogy kipakoljuk ezt a faszt a kurva.
Ez milyen? De ilyen szart el ne hozzám, hát ezt okkal ez dobták genius, ki. Ez genius. Dob már el, tesó, nem kell minden szarra. Mi vagy te kuka, bulvár, bazd, dob. Ne úgy. Ne, nem, kérdezi, mit csinál. Eltörtem volna itt az összes piroskát. De ugye van másik fajta piroska, nézd. Punch and Mignon. Mignon? Mignon? Ja. Ez mi? Azt hittem Mignon. Lehet, ez szlovák, tesó. Ez valószínűleg az. De balagyarul van ráírva. Menjünk. Nézzünk tovább. Jó, kettő monitort elhozunk, hogy nem akarom az összeset elhozni, hanem rosszul érezni. Ezt még azért hozzuk. Tessék! Jó. Merre, most van a villanyt, ott a villany. Most meg ez nem villany. De. De. Csak lassan kapcsolódik. Kis driftek, meg ilyenek. Ide nézzünk be, tesó. Ez szerintem a Bencéknek az irodája. Jaj, de szerettem ilyen! Kokszosba, tesi! Tiszta szívvel betörök! Ha kell, embert is ölök! Ez hallod, ha itt lett volna valaki... Ez József Attila? József Attila. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám. Se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Ja, igen, igen. Ez a Gerinek. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm... Na azt rakjuk el, tesó! De várjál, még lehet, mint de ez mi? Ez mi? Ez az egymillió feliratkozó? Nem hiszem, hogy ez a százezres. Hát neki nincs egymillió feliratkozó, a Gerinek már rég lefő. Kaj... Baszki... Nincs itt a díj. Azt vittük volna, nem azért mondom, azt vittük volna. De ne gyűrd már össze, te idióta. De azt vittük volna, azért nem azért mondom. Gercsókámnak, mit vannak itt? Di, minek ennyi gerilla? Ez mi? Rajta maradt a termék. Gyerekek, vegyetek már gerillás bögrét, gyerekek. Hát nem hiszem, nem rajta volt eladás, chat. Rajta maradt a... Di. TNT-s bögrét. Én TNT-set hamarabb vennék. Amúgy én is. De geri... vegyetek már gerilla. Egribika vérhülye! Bonts már rá. De bonts, kajak, bonts már rá. Rá, bontsak ezek. Csak van itt egy, ez egy irodaház. Ez csak Bencé, amúgy Bence. Bolond, de Egribi kavér, hagyj nézzem. Egribi kavér, védett eredetű század, vörösbor. Hanyas? 2015-ös. Bontsunk már rá, tesike. Rá, bontsunk. Vagy csak rakjuk el, azt majd... Hogy kell rá, ne, ez Bence tulajdona, hülye. Ne, ez Bence tulajdona. Ne. Bence leszopott, mert odaraktam útkor a kamerát az öcskös. Ott volt a kamerát. Ja, chat, emlékszetek erre? Kitöltjük. Gyerekek. Pont. De hülye, várj, hogy szedjük ki belőle a dugót? Hát ebbe dugó van. Van konyha. De ott van dugóhúzó. Hát a faszom. Hát nem hinném, hogy az irodába lealjasodnak. Vagy vannak itt bulik? Céges bulik? Biztos, tesó, biztos van egy dugóhúzó. Ezt viszem magammal, tesó. Várja, várja. Azt mondja, leesik, hallod, de egyre jobban rottyom van a cég. De miért gerillás? Én azt nézem. Milyen gerillás táska? Gyerekek, vegyetek már gerillás termékeket, halljak meg. Mit csinálsz? Bolond egribi kavér. Ezt hozni kell, baszod. Jó van. De várja, itt figyelj, mi lesz itt? Gerillás, mi lesz itt szerinted? Gerillás táska. Chat! Gerillás táska az ebbe volt. Gerillás, mi lesz itt? Várja, chat! Ez mi a fasz? Cini minis. Kaja, ez a kajás dobó. Nem el van Bence. Dík, ez mi? Shillow slide. Yeah. Ne! Ez a Shillow slide-ot. Várj, ez az a... Tűzszerűen kell. Ez az, amire gondolok? Ez mi? Hát te tudod, bazd meg, mert te nézed. Bassza meg! De várjál már! Ez végigvett minket, vagy ez mi? Ezt látta? Ez be van kapcsolva? Chat! Én nem értek a GoPro-khoz, ez be van kapcsolva? Várjál már, hallod, tesó, várjál, most mit csinálsz? Mit ez találtam? Mi? Shillow slide. De mi az a Shillow slide? Ez micsoda? Hát ezt ne törődjél vele, jó? Jó, de nem, jó. Ez jó. De nem, ez az a... Izé, ezzel akar meglepni a Steve. De nem a most kajak kiderítetted, hát ezt neked csinálta. Igen? Mert ezt én még nem láttam eddig. Hát igen, de ez az ajándékod. De most kajak, most lelövöd a poént. Hát bazd meg, itt van az asztalon.
Hát jó van, de most miért kell mindenbe beleütnöd az orrod? Hát mert betörtünk jó, az irodájára. De örülsz neki? Ezt csinálta neked. Nem, ez egy büdös szar. De ajándéklónak ne nézze fogad. Ajándéklónak jó kis hittő mágnes. Nem is mágneses. Meg. De örülsz neki, hallod, ezzel egy hetet foglalkozott ez, a stűnnek a legyártása. Ez micsoda, de ez csak egy része, nem? De köszönöm. Nem, ez kaj ennyi. Köszönöm, Steve. Akkor ez a legőszintétlenebb köszönöm volt a világon. Most már így lelőtted a poént, szóval lelőtted a poént, szóval ezt elrakom, ebben sem berakom a másikban. Jó, van, rakd el, de viszont ezzel kajak, ezzel te tudod, hogy kell kezelni? Vagy ez most ment, vagy ez nem? Nehogy mentes, mert akkor itt izé. Én el tudom képzelni, hogy ezek így 0-24, tudod, vesznek valamit. Biztos, hát ezek a kamerák, amik itt vannak, az néz ott fent. Az fixen működik, de... Már nem tudom kérdezni. Á, tesó, tudod mi? Rainbow Six Siege-be megfogod, kilöved, az kész. Ezzel számoltunk, tesó. Na, szerintem ezt a hűtőt, ezt vigyük, nem? Aztán, ne a hűtőt, azt ne vigyük. Matsushi hűtő. De mi van benne? Ez a Gerinek amúgy, Geri, nézzük már meg, hogy minél. Hogyha bejön dolgozni, mit eszik, mit iszik. Van ez lyukas. Meg egy kis kepin narancslé. Geri, nem bánta. Fúj, ez mióta lehet itt már izé. Nem, ezt csak leálltadom, mert ez ilyen... Geri, nem bánta beleiszok, nem? De nem fogok beleiszni. Nem leszek valaszt. Ez működik, ez a hűtő, legalább hideg van benne? Nem leszek. Nincs is bekötve a hűtő, basz. De működik, basz. Működik, be van rá, nem? No, ezt viszont vigyük, mert ez jó lesz otthonra amúgy. Hülye szózból. De ezeket nem is használják amúgy. Plusz még egy monitor, azt... Bocsánat, de... Azt intézem. A monitorokat azokat vigyük. A többi közé. Oké. Minek? Jaj, de szeretem. Mit írjak fel? Két okos? Itt járt a két okos. Itt járt? Itt? A két okos. Ne baszd már fel, hogy bezzeg, tanár leszel, azt nem bírsz írni, hallod? Tanár leszel, azt nem bírsz írni a táblára. Hát tudok írni, te sem miről beszélsz? Hát mint egy 5 éves. Hát ez tanáros írás, te fasz. Direkt az a lényeg a tanárinak, azt tanulom az életem, hogy írjak úgy a táblára, hogy ne tudják elolvasni. De vannak ilyen gyakorlati órák, hogy táblaírás? Igen, gyakoroljuk a táblaírás. Hát akkor neked még arra kell járni. Akkor így leírt, hogy... Ide mit írtam szerinted? Mátyás király, angol király, léptet fakulomán. Ide azt írtam, hogy autó. De direkt ezt tanuljuk, hogy úgy írjunk a táblára, hogy ne tudja a gyerek elolvasni. Szóval jár. Ja, kell még egy-két órára járnod, gyakorolnod kell, testvér. Mert azt el tudod olvasni, szerintem már jó vagyok benne. De az a lényeg, hogy elolvassák. Ez Mátyás király, angol király, léptet fakulomán. Gyerünk a többi irodába. De várjál már, ezt a... Curtis and Dynamic, mértéktelen túl 2015, te szerette a Curtis. 2015, de úgy érzem, hogy ez az iroda, ez így bent ragadt ilyen 10 évvel bent ezelőtt. Ragadt, bent, de várjál, még nekem van egy fontos, gyere. Ez kéne otthon. Ezt már csak nem használják, ezt a bolond fiét. De ez ilyen 2010-es tévévágod, de ez kell, a filmstér. Kell, azt akkor egy kell. Hozzá, letépni a part. A Bencétől elopjunk, mert szeretem az izét, akarom a Steve-nek az irodára, vagyok kíváncsi. Az erre lesz a folyosó végén, azt hiszem. Csett, ne írjatok a Steve-nek a semmit, erről egyáltalán nem tudhat. Következő iroda, ezt is kipakoljuk. Pakoljuk ki. Várjál, most feloltottam valamit. Az riasztó vagy villany? Hát azt nem nyomjam. Ne. De ennek fura a kapcsolat. Azt nem nyomjam. Így azért, ezt ne nyomd meg. Ne, ezt ne nyomd meg, te sok. Tudom, hogy meg akarod nyomni, de ezt ne nyomd meg. Ne, de... Oh! Nyomd be! Véletlen volt, esküszöm véletlen volt. Jó van. Hát oltsuk fel. Itt még nem voltam sose. Ott már voltunk. Ez kinek a Bence irodája? Nem tudom, ott már voltunk a Bence irodájába, a Steve-ébe, és itt még sose voltam. Olyan, ez nem túl fontos ember lehet ez azért. Ez olyan nézhetes, hogy térsel itt ellennék. Mi? Szerintem ez most lett kirúgva, Stivike kirúgta amúgy szerintem, aki itt dolgozott. Te üres az iroda. Még egy monitor se kapott. Érted, nem azt mondom, kell egy új munkatárs, jól nézek ki ebben a székben, Dick, nem? Jól nézek ki, tesó? Nem, te nem irodai munkára vagy hivatott, te egy sztár vagy. De én a Steve. Várj,
Kenci. Ezzel jó TikTok editek lesznek. Hát ez semmi. Várj, egy lamboxot azért hozzunk el. Lehozok egy ludot? Ne, ez egy szutyogszor. Mincereg. Ja, rossz ajtó. Mi volt bent egy izé, ha hol te? Villany. Mennyi villany van itt, baszod? Mi? Mekkor ez a folyosó? Tárgyaló, ugye? Tárgyaljunk ez egy kicsit. Tárgyaljunk Steve-vel. Üzenjünk neki valamit, gyere. De ez se a Steve. Melyik a Steve irodája, tesó? Az a, vég, a végén van, de nézzük meg mindent. Baszki. Hú. Ez a női, ez hölgyi. Azért mondom a hölgyi, mert a hölgyeknek általában fehér a székük. Ez nagyon clean, de ezt ne, ezt nehézkedjünk ezzel már komoly, komoly terepek. Meg itt semmi nincs bent. Ő nem, ő szerintem nem tag. Ő, azt nem mutassuk meg. Morgan Freemannel is dolgozottam ugye együtt a izé, Steve. Kivel nem, tesó, ez mindenkivel dolgozott. Na, itt van a konyha. Egri Bikavérre durran csunk rá. Ez a konyha? Itt balra. De hol a Steve-nek az irodája, baszod? Hát végigmentünk. Az ott van a végén. Itt van még ezen benten? Ja nem, a másik végé, másik végében van, de most már itt van a konyhában. Ja, bassz meg. Én azt hittem, hogy... Olcs rá egy villanyt. Vagy hol van ide a villany? Gyere. Várjál. Egy lehet ez. Bassz meg, elég nehezen kapcsolt fel. Ilyen stock képekkel kirakják, bassz. De steak? Mi ezek a stock képek? Steve az palacsintát árul, vagy mi a fasz? Ó, hát mintha vártak volna minket, tesó. Itt a vendégségbe jöttünk volna, addig még itt... De mi van itt? Itt van minden, érted? Víz, ami kell, tesó, mintha még vártak volna. Bikavérre durrancsunk rá. Hát nincs nálam a bikavér, megnézzük, hogy van-e itt... Itt van, nézd, az itt van valószínűleg. Van izé? Bontó. Bontó. Te látsz? Baszki, hallod? Hallod, tudod, mi lenne nagy? Steve-nek törjük fel a gépét. Beleakadt a villámadék. Mi a faszom ez? Nincs dugóhúzó, tessike. Csináljuk akkor egy kávét, hülye. Kávét csinálj. Tudod, hogy kell intézni? Chat, ismeritek ezt? Csinálj egy kávét. Miért kész? Lilát, vagy szürkét, vagy arany? Arany. Csak az arany. Ne baszod ide. Megnyomod. És már jön is. Ennyi? Full freestyle-oltam az egészet. Én még nem is használtam. Ne nekem egy cukor. Ilyen, mi? Hallod, ez ilyen tej. 5 milliós kávéfőző. Anyád. Meg még így régi van írva. Hülyén, egy latte macchiatót kérek. Jön Steve. Mi ne van? Ne baszd fel. Várjál, Insta story-t nézek. Rakod ki Insta story-t. Várjál. Ne idegesíts. Ne idegesítsetek, chat. Nézek, inkább Instagram. Hogy kellett lefőzni ezt a kávét, de most kaja? Dehogy jön? Fogalma nincsen, szerintem otthon van a családtal most, Pali. Nem jön. De hogy kell lefőzni kávét, de Hopp, valamit csinál. Most beürölte a kávé. Inkább nézzük már, mik vannak még itt. Hülye, én ilyenbe iszom. Én meg ilyenbe akarom. Az mi a... Ez micsoda? Ebből mi kér? Miért vesz valaki ebből 5-5? Sőt, 6-7. 1-2 árad így jött. Nem, nekik olyan sima ilyenek. Dig! Most a Steve kávéjából fogunk inni. És még lehet, hogy ebből a Steve is ivott, mert ezt itt találtam, ez egy használt kávé. Én egy használt poárból akarok inni, én ebből iszok. Abba lehet a Steve ivott már. Nem fúj, baszik, hogy nézd, és a Steve, mosogass már magad után, baszki. Hát mi ez a rendetlenség? Nem kell mosogatni, nekem kell mosogatni. Nézd már meg, hány iroda van itt, hányan dolgoznak a Steve-nek, de kajak? Hát amúgy ez jó kérdés. Meg egy iroda nem is, vagy egy iroda egy emberi? Vagy gondolj bele, hogy van egy alkalmazat, egy iroda... és kell neki egy külön ilyen iroda. De egy iroda egy emberi? Hát, hogy mondjuk Bencié, ez kettő. Na igen. De ez ennyi? Ez lófasz. Robban a számban a pak. I'm still, dashy from the block. Nem vagyunk, ez fotnél. Smack. Ilyen márványból van még ez. Ja nem, ez csak valamit. Ez csak van, csak ez nem van. De most ez, ez akkor ez iható? Igen, de nem fogom én meginni. Akkor kinek csináltad?
Csak megnéztem, hogy működik a gép, de érted, szóval... Én meg is szomhajlok meg. A bossz! Ó, és kidobta magától, azt felvette? Nem tudom. Hallod, felizéltem, és magától bedobta. Hogy megörült ennek a pali? Hallod, de várj, chat! Ez fel kell, jó, csináljunk még egyet. De azt hiszi, szkriptelünk be ezek, mert ennek örülsz a legjobb, hogy kirúgja a kávét. Mir? De csináljunk még egyet. Várj, adjam egy porrot, amely nézni. De fel kell vennetek, chat. Itt vagyunk a Steve-re, de... Jó, de nekem hol van cukor? Azt kéne megtudni. Ez ki jön, tesó? De tesó, itt a cukor. Nyugodjál le. Legkomolyabb kávékészítés, chat. Robbantsd bele a cukromat? Mennyit kér, tesi? Négyet. Á, ne, ki fog folyni. Ne, elég. Az csak hab. De ez fiel, ez vett fel, hogyha ezt lefűzi, ez fiel, hogy ez milyen komoly kávé. Ez ilyen satisfaction. De kilökte magából, vagy mit mondtál? Itt van hátul egy ilyen kuka-szerű, és felnyitom, és beledobja magától a kukába. Ez hülye, ennek örül a legjobban a palitvűre. Kérszék bele ilyen már... Azt is dob, basz beleket. Ne, elég. Jó, azt kiszedjük, na. Nem kell. Nem, mert az izé, diabétesz kapsz. Tessi, le fogsz. Jó, szedjük ki. De mi? Ó, édes van. Na jó, most figyelj! De ezt fel kell venned, chat. Jó, felveszem, venned. De nem a chatnek, hanem nekem, de miért izgulsz erre ennyire rá? Figyelj. Jó, eltakarja a kezed. Jó, felveszem. Ez hülye ez a gyerek. De ennek miért örülsz? Hát menjünk már a Stevie-re, de bár leszarom a konyhát. De vigy oldalról, nézd, kinyitod ezt a részt, és ott van benne, ez ilyen kuka rész, és akkor bam! Ott vannak már benne. Neked ez tetszik a legjobban. De neked ez tetszik a legjobban. Ezt vigyük már ezt. Amúgy vihetjük, de te hülye vagy. Ezt kössük ki. Ez hol van? Hogy kell kikapcsolni? Várjál már. Hülyenek áll a cukor az alján, chat. Miért viselkedsz így, te hülye? Gyerekek, hajra. Ez hülye. De nem, mert ki meg akartam fogni, és kiesett az egész. De ezt én vinni akarom, ezt a gépet. Ugye van még víz a hátuljába. Jó, ezt majd a végén berakjuk a cuccba. Ülj fel, tesít, várjál. Chat, hoztunk, van bérelve autónk már, chat, majd mutatjuk azt is. A live végén béreltünk egy ilyen kis furgont, srácok. Hallod? Amivel el tudjuk vinni akár, hallod? Hogyha szeretnénk valamit, de nagyon pofátlan, én nem merek lenni, mert én a Steve-vel amúgy őszinte leszek, jóba akarok lenni, de bassza meg. Vissza kell prankálni a chat azért, mert azt hiszi, hogy egyedül a lomba van vágott. Hülye, toljál már ezzel. Mehet. Bozd meg! Leütöttük a falat. Bozd meg! De ez nem látszik annyira söpölde? Menj! Próbáld meg te is, vagy. Jövő, hozd meg! Da, tetsz! Oh! Jövője, kidriptel! Ez jó, bőle, balra, ez hülye. Jó, visszafele. Próbáld meg te is. Ne, hülye a kamera! Na most biztos elfordult. Fasz. Nem hiszem, na most, ha nem fordult el, én... Chat, most van a hang? Az meg 4 FPS-be visszarúgtál minket 4 FPS-be. Nem hiszem. Nem tudtam lelassítani. Olyan... Miért? 4 FPS-sel megy a live, vagy... Szétbasztam a telefonodat. Azt a... De az a baj, hallod, olyan nehéz vagy, mint egy ólomgolyó, nem tudtam veled megállni, vágod. De úgy megindul, de jól indult. Megpróbáltam, csak vissza... után kidriftelt hirtelen. Megpróbáltam, hogy visszarántani, Pali, magaddal húztál. Legalább nem mentünk bele a falba. Várj, a chat most késik a hang? Ilyen 4 FPS-be visszarúgtad a telefonon. Most jó a hang, chat? De lehet, amúgy volt nekünk nyáron olyan, hogy amúgy túl szarva. Nem késik, de szeretem. Nem késik, tesó. Jó, de... Gondolj bele, hogy amikor neked átra a kezedbe a kamerát, te megfordítod, most feldöntöttük izomból, és nem fordult el. De ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Nem tudom, de úgy laggom, mint a szal, de szerintem nem amiatt, csak itt a végébe a irodának nincs akkora térerő. Hú! Tessék. Hülye, megiszod azt a kávét? Ne.
4 cukor, 4 édesítő, meg egy szívroham. Én így szeretem. Menjen egybe. Nézzük már, mennyi cukor van az alján. Kikanal az ontosa. De hülye. Egybe a tabletták benne. De szeretem. Se kép, se hang, azt mondják, chat. Tetics azt mondta, minden jó. Na várjál, megnézem telóról, mert most nagyon felhoz. Nézd meg, nézzen. Feldöntöttük. Ghost TV irodája. Igen, megyünk, csak először megnézzük, hogy most jó-e, faszel minden. Chat 30 FPS-ben megy? Szóval, hogy nem laggol nektek? Mozgás nekünk... picit felé sétálgatok. Kicsit nekünk laggol, annyira nem. Chat 30 FPS-ben... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mozgás picit felé sétálgatok. Kicsit nekünk laggol, annyira nem. Nem késik. Jó, fasza. Jó, fire. Akkor még én is bedurrantom a kávest. Addig megfordulok, mert nem akarom... Mi? Honnan szedtél vizet? Hagyjam nekem is. Itt volt az asztalon. Nem tisztelem meg Steve-et most. Mi is vissza kell kapja mindent. Mondjuk az ennyit nem ittam, de na mindegy. Azért... Nekem is egyszer itt egy... Ki akarom Steve-et inni a vagyonából? De egy kicsit még én is ilyen, vagy kaphatok még egy kicsit a léci... léci egy kicsit kaphatok még én is a vízből. Léci, én találtam léci. Hagyj igyak már én is egy... Léci egy korcsot. De szomjas voltál még egyáltalán, vagy megittad csak előlem, bazd meg! Egy korcsot nem adsz a faszom! Nem tudom miért csinálni, ezt miért csináltam, be fogok hányni fel. Kurva szádat! Beálljok! Hú, le kell üljék! Jó van, chat! Jó van! Nekem jut akkor a... Nekem jut a proletár módszer, chat! Ez forró! Ez forró! Ne, most ne, hogy hagyjál. Didi, ne. Mi a fasznak ittad meg a két kukában? Nem értem, miért ittem? Hülye vagy. Én nem értem, miért ittad meg, bro. De ez mennyi volt? Ez mennyi volt, mondom neked. Egy liter, megint lecsagoltál egy liter vizet. Tövi, akkor már nem kell innom, ez úgy működik. Ja igen? Látod, mosogassunk már, jó? Mosogass már. Steve-nek? Tegyünk... Az... Fej vagy ír? Fej vagy írás? Fej, kupak. De akkor azért rendet hagyjunk már magunk után, légy szíves. Jól van. Mosogassá. Steve, megcsinálom azt, megcsinálom mocskos munkát helyetted. Oh. Amúgy te jól mosogatsz. Mint egy igazi asszony. Állj már, ez broski. De én direkt ilyen alaptalanul mosogatok. Az mit jelent? Hát, direkt szarul mosod el. Úgy nézek, mintha ellen, de most ja. De amúgy érted, csak elodni. Kaptál 1,45 euró bitcoint az előbb. Kaja? Esküszöm. Te szeretem! Jó ez. De hülye, azért valami, tesó, nem csak a víz nem mossa el önmagát, hogy érintkezik vele. De mert szerinted az ókorban hogy mosogattak? Sehogy. Ja, jó ez a gos. Na menjünk. Menjünk már Steve irodájába, Kaja. Tolj már oda, tolj oda. Nem, én húzlak, mert ez húzásban működik. Amúgy. Húzol? Aha. Le fog esni, bassza meg! El ne forduljon most már! Jó, van apa, nem fog. Robbaj, tesó! Így! Így megyünk, chat! Húú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 ú
Ez amúgy húz, ez nem tolni kell, ezt húzni, arra jöttem rá. De itt jó helyen vagyunk? Itt, ez tényleg. Anyád. Mi, az Nagy Zoltán? Az Nagy Zoli? Meg Steve. Mekkora ember amúgy a Steve, nagyon tisztelem.
Ez és meg is érkeztünk, ott van a nagy iroda, de nézd meg. Ja, tényleg. Bő rajtó. Ó, és tárva nyitva hagyta meg nekünk a Steve, láttad? Lehet készült. Nem gondolom. Lehet készült, de hogy jövünk. Várjál, lehet van bent kamera. Lehet van bent kamerát, vagy riasztót. Miért van ez a szar nyitva? Várt volna mindjárt. Nem, a villany nem volt felváltva. Várjál, feloltom. Ó, tesi! Gyere! Nem kell ide nekünk egri bikavér. A Steve az AVP-ből issza a pálinkát, vágod? Ugye bolond SSG. Steve az belövi. Steve az belövi a pál, ezt a so. Szóljál. Ja, ez minek a kulcsa lehet? Ez a titkok kamerájának a kulcsa. Azt még én sem tudom, ez mi. Ezt akartam mondani. De mi ez? Várj, ez itt kifolyt hátra. Vagy ez valami... Ne, abban ne nyúlj már bele! Miért ne? Miért nyúlnál bele? Hát mi az egy ilyen kérdés? Meg akarok fogdosni mindent, ott legyen minden az új lenyomaton. Ja, hogy a rendőrség meg majd lekövesse. Bazd meg. Hát igen. Hűrje! Dig. Van pump. Ez műanyag? Hűrje, ne rám már. Chat in-game. Ez amúgy lő? A kurva! Viccelek, nem, nem lő, ez egy fapisztoly. Jó, de akkor is félek. Nem lő. Ugye, mi ben vagyunk Steve-nek a párjái. Biztos voltak ilyen állarcos bálon közösen. De most Steve az a Matrix? Ezen gondolkozok, chat. Amúgy jól áll. Női, de neked jól áll ez is. Kicsike. Csend, bent vagyunk a Steve irodájában, írjátok egy hatalmas nagy dupla vét. Mi van itt, te jóisten? Csend, www, ben vagyunk. Hülye! Felhívom, akit érdekel. Igen? Kurvára senkit, bazd meg. Mi az, hogy senkit nem érdekel, bazd meg, hogy itt ülünk a Steve irodájában? Ez az életcélod volt. Nem, csak valami... Erci kóla. Azt izé meg van rottyalva kicsit. Ez már meg... Na, ez egri bikavér, hülye, ez egri bikavér. Ez már tesó, ez már érrel. De Steve az kajak szörpöket árul, vagy miért van neki? Nem, mert csak lehet csak szereti. Lehet csak szereti. Amúgy szerintem Steve kajak a piroskának amúgy a vezetője, nem? Vagy ő ilyen szörpös bácsi. De miért van ennyi szörpi? Mert szereti, bazd meg inni. Ági szörp. Amúgy én ledobom a cuccomat, ha nagyon melegem van. Fogd meg a kamerát, megrohadok. Ja, nézzük itt erre, mi van. Ja, Steve-nek a ruháj. Bassz meg. Én leszarom. Én nem bírok várni, tesi. Valljuk be, ez az egy dolog. Jó, ide nem jövünk rá, te nem beszélsz. Itt is egy monitor. Ezt tesszük a gyűjteménybe. Milyen szar, ez 2010-ben rak. Ezt viszem a gyűjteménybe, mindjárt jövök. Chat kurvára, ott volt az ásznak az ajándéka. Na mi van? Megyek, csak oda rakom a monitort a többi közé. Na! Szóljál, tesike, kell valami? De csúnya széked van. Kell valami? Szolgálatra rendelkezik. Tesó, de miért nem vettél fel, amikor beleültem a székbe? Na, ülj bele újra és felveszlek. Na. De videóban jó lesz. Már mindegy. Na, ülj már bele. Na, újra csináljuk. Jó. Újra lehet élni, na. Na tesó, ez így. De kurvára, csináljunk már, de ne hisztízzél már, csináljunk már újra. De nem vettél, mert mi van a szekrénybe? Az, Steve-nek a ruhái. Ami fontosabb volt annál, hogy én beleülök a székbe. A Steve-nek a ruhái voltak benne. Ennyi. Nem, de mert a ruhá, az semmi nem, a ruhá az sem nem érdekes. Ez volt a lényeg, tesó, hogy ide beleüljünk. Ez kellett. Neked ez kell, tesi? Az a kis Steve. Nem, ez nem, hát a kis Steve. Mi ez a Laura? Nem azért, hát ez olyan... Hát igen, de az a kis Steve. Én arra mondtam, hogy kis Steve, hogy amúgy... Én nem, hogy a kisebbike.
Nem annál, amúgy kajak nem lehet felismerni, hogy ez lány vagy fiú. Dig, 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 dig. Fogatlan. Fogatlan? Az a Norman? Az Norman. Normi delek, de szeretem. Na figyelj, te soha hallod? Az G-sebb, hogyha mi küldjük el a Steve-nek, hogy itt vagyunk az irodájában, vagy csak lebukjunk. Mert már fix küldték neki, csak nem tudom, hogy nézett a telefont. Nem hívott fel a telefonról FaceTime-mal, és mutatott, hogy én itt ülök a székébe. Most találtam ki. Hát az magunkat lebuktatnánk. Hát ez mekkora G is. Mennyi idő még írsára ideje? Ne hívjuk magunkra. De tesó. De tudja, hogy itt vagyunk? Honnan tudnád, de fix elküldték már neki, hát 7500 néző van. Csak hogy akarunk lebukni, ez a fontos. Nem akarunk. Majd hív, hogyha hív. Addig annyi minden nem, van nem, itt. Nem, előbb felfedezzük az irodát, de úgy csinálunk egy ilyet, tesó. Ez nagyon G. Ez ezt nagyon megcsináljuk. Ezt megcsináljuk, de itt annyi minden felfedezünk. Én félek, hogy ide jön, tudod, fél perc alatt, az 10. Nem, ez, tesó, írj, ez kurva szó. Anyád! Ez Steve-nek a Ford első kocsi. Amúgy Steve élt, amikor még voltak a dínok. Az mi? Nem tudom, de halljak, meg pacek vagyok benne. Hallod? Ezt te leszel Barney után. Barney! Pörgesd meg, tesi. Ide figyelj, Barnikám. Te meg én, Barney, te meg én, február 14-én az Oktagon sportarénában. Van ilyen? Van. Mik vannak van, itt? Van. Oktagon sportarénában, február 14-én kihívlak téged egy boxmérkőzésre, jó Barney? Van felkészülési időd, én nem fogok edzeni addig, de neked meghagyom, hogy nyugodtan készülj fel. Ott találkozunk. Úgyhogy várlak, Barni. Jó van. Ez jó lett. Ding, 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 ding. Hülye. Nem hiszem, hogy Laura az így néz ki. Hát, de só. Steve az kajak így néz ki. Steve az azért faszta meg van csinálva. Tík. Mik vannak itt? Ez parfüm. Figyeld a. Lali Boxi. Na, az mi? Ahol nem tudom, ez mi, de azon gondolkozok, hogy Steve-nek milyen komoly parfümei lehetnek. Ez parfüm? Illatos voltam úgy nagyon a Balázs Kicksbe. Ez parfüm! Rájöttem. Ez a Steve-nek az illat, azt hülye, azt tedd zsebre, és akkor tudod otthon szagolgatni. Ez így. Egyet. Az. Eltölted? Milyet recsen? Nem, csak az idét. Szagold meg. De jó. Majd nem, beszélsz, nem csak jó. Túl mély, alapvetően ez egy parfüm, és túl mélyen szagoltam bele valami. Fúj. Jó, ez nem ilyen 10 millió forint, amit most magamra fújtam, chat. Nem, ez mi? Hó, El Haum. Ja, hogy ez YSL. Ez Saint Laurent. Az drága? Az ilyen 500 ezer forint szerintem. Most, amit fújtál, az ilyen 20 ezer forintos fújás. Nem fürdök, szerintem egy 10 évig nem fürdök. Basz meg. YSL parfümje van a Steve-nek. 200k, jó? Jó. Beszeretem. Megy a zsebbe, tesó. Plusz egy lúd. Jó van. Beszeretem. Na figyelj. Minden kezdett nehéz és... De ez mi? Ez amúgy minek? GBF várj World pillanat, Champion? Várj. Aha, de várj egy pillanatot, hogy nézd. Az mi? Legend Spirit, tesó. De várj, ez megint egy parfüm. Az jó. Ezt amúgy ki ne líket, ez egy bankkártya itt van. Az jó. Hát ez kurva jó illata van, nem tudom, hogy ez jó. Chat, ez mennyibe kerül? Mont Blanc, Legend Spirit, ez jó, chat? Ez komoly parfüm. Mit írnak? Nem tudom, keressenek rá. Ez komoly parfüm, chat? Azt írek 400k. Mert full kamoznak. Ugye reptessük már ezt a drónt. Szerinted működik? Nem, szerintem nem. Ez csak dísz. Kicsit amúgy itt meg vagyok szeppenve a papcérodában, azért félek ez egy-két dologhoz hozzányúlni. De halljak meg, ez a milyen csepp most. Dig de kis cukik. Lehet, hogy jobb, ha nem nyúlsz olyan sok dologhoz, az összetörni nem akarjuk az emlékeit. De várjál, hány... Egy dolgot levesz, az összeburul az egész irodavág, ez olyan mérnöki pontosság. Várjál, ez a Steve. De Steve az ebből hányat? Vagy ő eladja ezeket a figurákat? Nem tudom, de ebből hányat? Vigyünk már pár ilyet haza. Azt tedd el zsebre, jó lesz. Már nem fér bele a zsebembe. Na figyelj. Nézd ma a zsebemet, hogy néz ki.
Megvan meg kicsit izé. Inventory kezd elni. Az csak a faszom amúgy. Másik csebembe pakoltam. Várjál. Csibész Attila. Te szeretem Attillát. Ja, Csibész Biblia. Ja, Csibész Riblia. Jobban. Fú, á. Jó van. Ez mi tesó? Hülye, platina lemez! Steamnek platina lemez. Ja, állsz, oké. De az miért? Nem hinném, hogy ez eldőlve volt ott. Így volt, esküszöm neked. Nem áll meg, túl nagy a feje. Jó. Esküszöm. Hallod? Lépjünk már abba a Steamnek a gépébe. Hogy? Ez egy megtesó, ezt hogy kell elindítani a sütőn? Megpróbáljam. Nem bírsz levenni semmit. De nem egy kép tartja az egészet. Ne nyújj már teptusz. Dig. Laucika, meg ilyenek. Nem hiszem, hogy ez Laura. De hülye, már akkor Beat szponzora volt, hülye, Beats headphone szponzora volt. Laura, 3 évesen, mint egész életed. 5 évesen Beats headphone szponzora volt a Laurának? Nem tudom, te soha. Az Oscar díjas? Az egy Oscar díj? Nem. Na, gép? Azt én sem tudom, hogy kell bekapcsolni, mert próbáljam. Várja már. He. Dick! Visszakult. Az a Curtis? Ez a Curtis, meg a Mike, ez meg a Laura. De ők amúgy családtagok? Szerintem igen. Hülye, mik vannak itt az asztalon? Szerintem ez csak Kény Attila. Kik ezek? Az a Kény? Én nem tudom, ki az. Én sem. Ez meg Berki Krisztián. Én ezen a képen szakadok, fiat. Amikor bejöttünk ide... Már félek a fordulás. Amikor bejöttünk ide a prankhez, hogy itt volt a kamera, én végig ezt néztem, tesó, ezt így mögött. Ez mi a faszom? Ez mi a fasz? Erre megpróbálom benyomni a gyűlőt. Ez mi? Hülye, ez csak ennyi. De kattintani kell, hogy ez bekapcsol. Silló István, a sas! A sas madár! Sas István! Ne, kérj jelszót, tudod, mi a jelszó? Várjál. Laucika. Nem az. De. Én tudom, mi a jelszó. Mi? Laura 2000, várjál, most lett 14, akkor 2023... 2010. Nem, 9. Laura 2009. Laura 2009. De ez letilt ez a Mac chat? Chat a Mac az le tud tiltani? Nem az. Akkor izé, várj. Norman 2007. Vagy mikor született a Norman chat? Mi lehet a kód, várj? Nagybetűvel. Norman az ilyen 2008. Norman 2008. Az meg. Mi lehet a kódja? Várjál. Steve 1975. Le fog tiltani amúgy. Kutyájának mi a neve? Joyce Key. Vagy Joski? Giorgio. Nem, Giorgi. Joki, írja a chat, Joki. Jockey, Y-nal. Jockey, és amikor született? Nem, írva, hogy 1900, nem, 2009. Vagy 2000, igen, 2009, azt írod. De miért? A Laurának, mert a lányát mindig jobban szereti az apja, és az ő a kutya neve plusz a izé születési dátum. A lányának. Jó, figyelj. 3, 2, 1, enter. Enter, paf. Nyomának, ja. Baszki, vissza be fog tiltani. Chat, írjatok ötleteket a chatre, légy szíves. Írjatok ötleteket a chatre, mi lehet a kódja Silló Istvánnak a dolgozó gépének az irodájában? Mi lehet a kódja? 1975, 1975. Azt megpróbáljuk. Próbáld meg. 1975, most megpróbáljuk azt. Mutatom. Mehet az enter? Nyomjad. Hallottam valamit. Csupasz autó, baszd meg gyorsan. Az csak simán az, baszd meg. Gyere. Gyere, pújj le az asztalára. Pújj le ide az asztalára, nem tesó.
Nem úgy volt, hogy elmentek? Lehet látta a lábod. És ide jött volna. Ide jött volna. Szerintem... Szerintem nem jönne ide a Steve. Vagy ez csak cseteszti, te hallottad, te is? Hát beszartál. Egy ajtónyitást hallottam, Cseti, amit hallottatok? Hallottátok, Cset? Én meg sem mozdulok. Bazd meg, kint hagytuk a monitorokat. Mit? Kint hagytuk a monitorokat, kedsz. Bazd meg. Nem bírunk így kiút. A kurva életbe. Cseti, hallottatok valamit? Vagy mi vagyunk a faszok? De te túlparázzuk, én hallottam valamit, de lehet túlparázzuk. Nem tudom, mit hallottam már. De tud róla a Steve, hogy most itt vagyok? Nem tud. Nem írtak neki. Már lehet tudja, hogy itt vagyunk. Live-olunk. Szerintem egy órája már. Biztos írták neki, mert amikor én mondtam a jövő csütörtököt, azt egyből kilíkelték a csávónak. Ez csak időkérdése, hogy ezt mikor lékelik ki. Cseh, tényleg ne lékeljetek már amúgy neki. Papír lehet. Van egy sárga cetli az asztalon. Kinézek, jó? Várjál, kimászok az asztalon. Jó, ott egy cetli! Mi van rá? Lehet, nem akarom, azt lehet, nem akarom kivékelni, bassz. Nem, ez ilyen... Össze vannak adva ilyen számok, ilyen 37.500 forint, 17.000 forint meg. Lehet az, ha összeadod, meg ízik, kivonod, az a kód? De igen, de van a végén végeredmény. Az mi a végeredmény? Mi a végeredmény? 83.000 1.100 83.100 Írd be! Én nem merek már felkelni. Várj, én kimászok itt. Ne! Bossz! Lesz a nyögés! Jesz, te voltál? Igen! Hallod? Olyan hangod van kicsit, mint a papcának, ha nyöksz. Lányok, az ágyba papca vagyok. Vicc. Várj. Mindjárt jövök. Várjál, maradj, próbálj meg a kódot. Kinézek. 83.000. Mindjárt kinézek, várjál. Mám zlás, most kicsit fosok. Kulcsot ott hagytuk, várj, nyitva van az ajtó. Baszd meg! Valaki van rajtunk kívül az irodába, Cset. Valaki van rajtunk kívül ebbe a kibaszott irodába, srácok. Baszd meg! Valaki van rajtunk kívül az irodába. Mit csináljunk, srácok? Őszinte leszek, fingom nincs, hogy mit csináljunk. Tesó, hallod? Valaki van bent az irodában, szerintem rajtunk kívül. Bezártuk az ajtót, mert kurvára nyitva van a bejárati ajtó. Be. Hát
Rá. Mi van, bomba marha? Mi a faszom van? Nem értel, amit mondok? Mit lesegetsz? Valaki nem van bent az irodában. Kajak, de igen. Hallgat. Én nem értem, hanem félek nagyon. Nekem pánikrohamom lesz. Esküszöm, van bent valaki az irodában, nyitva van az ajtó, de nem láttam senkit. Nem láttam senkit. Nem kapcsoltál a villanyokat semmit, de nyitva van az ajtó. Én nem merek kimenni. A csat meg azt hiszi, szkriptelünk, de ezt kurván nem szkripteljük. Az a baj, hogy egyszer szkripteltünk életünkben, de az is ilyen izé volt. Most azóta azt hiszik, de rohadtul nem szkriptelünk. Jó, hallod? De akár mikor az kinyílhat az az ajtó. Ne, én eltorlaszoltam az egyik ajtót, hallani fogjuk, hogyha oda belép valaki. De utána kéne menni. Én az a baj, én nagyon fél. Most ne fog meg a szívem. De ne úgy, jó, elég... Ne. Bivaj szívem van. Várj, a jobb oldalod. Ez a bal, igen. Nem, ez a jobb. Igen. Ez a jobb. Akkor itt van, nem? Ja. Vagy bal oldalt van? Érzed? Nem. Hol a szíved? De fogdosod a mellett, idióta. De érzed, hogy izé meghalok? Nem dobog a szíved, te sosehol. Középen. Én fú, remegek. Amúgy komoly csecsem. Van amúgy, feszíts be. Ahogy komoly. Bazd meg! Kipróbáltad a 8500-at? Igen, az egy szar volt. Le fog merülni a telód. Van izé powerbank? Van. De ki kell menni a folyosóra, mert ott a te... Behoztam a táskád. Kaja? Hát ez jó. Várj, addig kipróbálom. 8, mennyi az volt? Az már volt. Ja, kipróbáltad már? Chat! Rohadt gyorsan be kéne jelentkezni a gépben. Mi lehet Steve-nek a kódja? Azért, mert hogyha most itt rajta bukunk... Nincs ott senki kint. Kinyitom neked. De nézd ki, és mondd meg, hogy van egy. Chat, hogyha a Steve vagy valaki lebukunk, még előtte azért a gépét meg szeretnénk nézni, srácok, akkor kúra gyorsan ki kéne találni, hogy mi lehet a kúra. Csak vedd. Mit? Az ajtót, mert én nem merek kinézni. Várj, így kitolom ide a kamerát. Ó, jó napot kívánok. Viccelek. Ó, de fasz vagy. Mi fan? Milyen szart csináltál? Te eltolaszoltam az ajtót, érted? De monitorok. Azok kint maradtak. Na jó van. Hát vegyük el a powerbankot, aztán próbáljuk feltenni ezt a szar gépet, és akkor szerezzük meg a kiskori képeit. Mi van? Nem, semmi, csak csináljuk meg. Csak csináljuk, törjük fel a gépet. Szűj ez, gyerek. Ilyen lootot, azt itt pakolom. Két okos? Hogyha két okos a kulcsát, akkor fixen számított rá. Várj, ezt megpróbálom, azt megpróbálom. Kajak! Várjál. Írd be. Ja? Addig beírom, figyeld. Várjál. Kettő, ok, s. Enter. Jó. 3, 2, 1. Hogyha ez a kód, én leszopom magam. Nem ez. Nem számított. Nem, ilyen, tényleg, ilyen, nem ilyen, tudja, ilyen, hogy itt vagyunk. Ilyen balgár. Ilyen szerintem ilyen semmi nem lesz. Szóval ilyen, hogy... Nem, chat. Szerintem ilyen lesz, ilyen 0-0-0. Ne, chat írja meg, chat. Nem. Lambox, az nem lenne a neve. Chat, írjatok kód ötleteket. Szerintem ilyen nagyon ilyen semmi. 1, 2, 3, 4, 5, azt írják. Ha ez lesz, leszopom magam. De megpróbáljuk. 1, 2, 3, 4, 5. Enter, nyomd az enter. Várj, 3, 2, 1, enter. Mi a f***? Stevie-ke az 5 milliós, melyke b***ák. 2-3-4-5-tel nyitja. Az igen, tessék. Jaj, meg itt a kutyája, a születési év, minden. Várj, miért laggol így? Annyira, mert azért kiakadt a chat, ahogy laggol, azért, mert a chat meghalt. W chat! De szeretlek titeket. Ez kiírta VIP-t neki, aki ezt írta. Nem tudom, beszfelelték amúgy, hogy sokan írták ezt. Hát chat, benn vagyunk Steve-nek a gépébe. Első, böngészőbe, tudod melyik betűt írjuk be? Tudod melyik betűt írjuk be a böngészőbe? Tudod, mi lesz az első? Írd be, hogy P. Írd be, hogy P. Nem tudom, hogy kell új lapon nyílni. De szeretlen. Állj már legyen. De milyen nyálas a szád, te kutya? Oh. Bebaszna, nem lenne nyálas. Azért majd megittem egy liter vizet, azt most túl vagyok hidratálva. Annyira, hogy már kezdek kiszáradni. Érted, mit mondok? Na, menjen.
De mi? A teszt. Oké, okay. Tiszta. Tiszta, Steve tiszta. Tiszta sor. W Steve. Jól van. Ezért szeretem a papcát. YouTube, nézzük meg, hogy mit szokott nézni YouTube-on Steve. Előzmények. Hogyha bejön egy kétokos videó. Besincs jelentkezve. De mit hallgat a Steve? Mit hallgat Steve? De nincs is bejelentkezve. Mit csinál? Mik ezek, Steve? Nincs bejelentkezve amúgy. De bebírunk? Nézzük, várjál. Nem utasd, nehogy legyen e-mail. Várjál, még nem megfog, meg így rámutatom. Jó. Nincs e-mail beadva. Hallod? Két okos a stream király. Menne 100 000 lát. Ezt vágjátok? Hallod, tesi? Háttért állítsuk át. De azt tudjátok, chat, tud itt valaki kezelni webkamerát? Mac-et. Mac kamerát? MacBook, vagy mi ez? Ez mi? Töltsük le. MacKendry. Itt meg van, hogy két okos, és akkor letöltjük a képet, berakjuk. Yeah. Nálad van a billentyűzet. Kettő okos. Ó, egyből kiadja, tesó. Két okos balé. Miért kiadja? Két okos öltöny. Mi a merchre ennyien kerestek? Legyen? Amúgy lesz, legyen merch? Lesz merch. Lesz. Karácsonyra? Még lesz? Chat tartogatját? Nem tudom, úgy lesz, reméljük lesz. Két okos, de nem írtad be az est. Hát, de már kiadja így. Melyik képet állítsuk be, chat? Azt. Várjál. Ne azt. Ami a... Várjál. Hallod, ezt figyeld már ezt az egeret. Nincs rajta görgő, azt így kell görgetni, csak hogy így fellehúzod, vágod. De nézd, én is kipróbáltam. Nézd, hogy így megy fel. Na, jó van. Rakd be azt. Mit? Menj fel. Ezt, nem? Vagy ez nagyon puttó. Nincsenek jó képek róla. Ez jó. De csak azon egyedül vagyok, az a baj. A két okos, az miért adja ki ezt a két okosra? Mert minden magyarok a Twitch-en augusztusban majdnem elkapta a két okos a döviárt. Hallod? Rakd be az izét akkor. Ez? Ne, simán ezt. Na, én ezt átgondolnám, hogy köszönöm. Jó, ez jó lesz. Töltsd le, és basszim. Nem tudom, hogy kell amúgy ezeket, vagy be lehet így állítani? Chat, nézd már meg, mert most kell a segítség, mert én nem... Chat, hogy kell letölteni? Túl csúró vagyok ehhez. Kép... Mentése ide, letöltések. Az. Igen. Igen, de hogy állítom be háttérnek? Hát az majd a képekből utána. Chatben vagyunk Stevie-nek a Mi a fasz? Az mi? Mi? Ott ki? Az mi? Mi? Amik ott kijöttek. Hát ezek amiket letöltött a Steve. És miket töltött? Epidemic Soundról zenéket töltött le. Figyelj, átgondol, két okos. Chatben vagyunk a Steve gépébe. Ne, a mappát nyisd meg, a mappát. Hopp, ott van. Igen, és ezt hogy állítom be háttérképnek? Vagy új mappa, rendezés, íróasztal hátterének módosítása. Nice, jó, és oda kéne ezt valahogy berakni. Rendszerbeállítások, háttérkép, kép kiválasztása. Intézzük, de olyan lassú ez a macOS, hogy ez egy büdös szarom, ugye az 5 milliót kiadott erre a szarra. Ez egy szar. Hát Windows-os gép az sokkal használhatóbb. Meg se nyitja a beállításokat ez a szutyokszor, ezt 5 millió, mert ez mennyibe kerül egy ilyen gép? Nem tényleg? Tudom, szerintem egy... Ez szerintem 2010-be vette. Ez mi 600k, nem? Chat, vagy mennyi egy ilyen? Hopp! Figyelj! Ez nagyon clean ez egér, és várjál? Mi a fasz? Te is hallottál valamit? De én hallok ilyen. Én nem hallottam semmit, te sok chill lesz. És itt hol van a izé? Csak ide. Tessék. Tallózás, tallóz be. Ott a plusz jel. Plusz. De szeretem, amikor gondolkozik. Ne lenni majd ősember, bazd meg. Nem, kattint rá, érted? Felbasz. Be is fagyott az egész. Steve, hogy Fortnite-ozol így? Hopp. De be is jött, látod.
letöltések. Steve, szerinted Fortnite-ozik? Nem hiszem, tesi. Átgondol a kétokos GIF. De ez GIF. Nem baj, bevírja rakni. Kiválasztás, kiválasztás, ott jobb alul. Kiválasztotta. Oh! Oh! Hát ez egy büdös szar. Add ide. Ez egy szar. Jó, ez így jó lesz, ez így jó lesz. Nem lehet feke... Oh! Ez az igazi, ez az igazi. W térkép chat. Na így, így itt vagyunk, így itt vagyunk. Ezt szeretem, tedd rá, tesó. A stream király. Egy lélő adás, százezer like. Ezt szeretem, chat. Na, én ezt átgondolnám, öcskös. Steve, remélem tetszik az új háttérkép, boss. És most berúgnál Steve ott az ajtót fent, vagy valami. Fogod egy picit? Tudja, hogy mi a helyzet? Én el fogom fordítani véletlen. Együnk már valamit, olyan híjas vagyok. Rendeljek kaját. Mennyi az idő? Nem tudom, chat, mennyi az idő? Megnézem. Mennyi az idő, chat? 16:36. Na várjál, szerintem úgy kezdjük el nézni a izét, nem? A Laura is normál, meg kijött az új rész. Innen megnézzük, ugye? Most jött ki az új rész a Laura is normál. Az a lényeg, chat, hogy a papcáik azért direkt ma jöttünk, mert a Steve meg a Geri vágja ezeket a részeket. És mindig pénteken vágják délelőtt 14-ig, amíg ki nem rakják. És azért direkt ekkor jöttünk, mert tudjuk, hogy most vágják a részt, és elvileg már most kint van az új Laura is normál rész. Hát meg akkor nézzük meg. Steve setupjáról, tesó. Nézzük meg. Csak én nem tudom, hogy fogok, csak a hangot fogtok hallani, meg kamerát. Majd ti is nézzétek meg, hogyha szeretnék látni a képet. Írd már, vagy hozd már be, tesó. De mi most a faszomat akarod felvenni, vagy te mit csinálsz? Csak így, csak így. A Steve setupjáról, csak reagálunk az új Laura is normál részre. Két okos özdring király. Na 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 na. Beinált, hogy YouTube. YouTube. Amúgy nem tudod, mi basz fel? Mi üvegasztala van? Azért, mert 2010-ben ragadt az, hogy mindenkinek üvegből. De ezen a régen rákúrnék egyet az asztalra, szóval ripityára tört az egész. Ez tényleg, ez ilyen... Ez egy nagyon... Én nem bírom, engem ez triggerel, hogy jégből van az asztal. Vagy mi? Jégből vagyok. Üvegből. Talán el sem olvadom. Írd be, hogy Laura és Norman, ezt nézzétek csak. Itt kezem. Hát itt állod van a billentyűzet, ja, baszki. Laura és Norman. Ott lesz. Kiköltözik? Leaked. De mi az a devil ott rajta? Kiköltöztette Laurát. De mi az, hogy Twitch leaked? Mi? Ebbe benne vagyunk? Twitch League, az mi? Tényleg. Kilíkeltek valamit? Na nézzük. Várjál. 2 órával ezelőtt jelent meg. Miért befestem a hajam most akkor? Ezt, hangot nem tudunk rárakni? Kis kakaót? Ha megmondja a chat, hogy hogy kell használni amúgy a izét, a macOS-t, akkor persze. Chat, hogy kell rá kakaót tenni? Hol kell... hogy hangos legyen. A hangot. Mert a mikrofon, a YouTube-on ez maximum van. A billen? Hol? Húzd már fel a billen, akkor nálad van a billen. Lányál. Jó van, csak nekem meg apukám írogat közben. És! De dropra! Na, hülye! De nincs, nem jó net, nem jó net, figyelj. Rossz a minőség. Figyeld. Mehet. Mehet. Nyom! Örülj meg! Helna, te mit csinálsz? De te úgy táncolsz, mint egy nő. De se ezt így. Hogy? De ez nem is tánc, te úgy táncolsz, mint a motorúton. Megy. Állj. Gyerekek, gyertek, mert megint késő. Gyere. Állítsuk meg. Csapatunk. Gyere. Setupoljuk a webkamerát. Oh, csak menj már kicsit arrébb. Jaj. Arrébb tudsz menni?
inkább. Hát, bro, középen ülsz. Itt van kettő. Na nézzük, cseh! Új Laura és Norma rész, Shiloh Steve irodájából! Tesó, tedd rá! Ezt szerettem. Ezt szeretem. Elértünk valamit, srácok. Mehet? Go! Reméljük, hogy van benyánk, az van. Minden halljátok, a történethez. És irány a millenáris parkolóba. Ügyesen megyünk befele. Nekem? Mert hogy 6 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, de ez a meg kezdő. Ez a meg, ez mindig itt van. Ezt nem viszik el sehova. Nem inném, hogy itt vannak. Hajja, valamit hallottam. Most az elő valamit hallottam, de menjen amúgy, de nem tudom most. Ki jöhetett vissza az irodába? Senki. Most én kezdtem el parázni. Ezt nem hallottad? Nem, én most nem. Ja, én hallottam. Mindegy, akkor menjen, amíg nem hallottad. És minden. Lehet, én vagyok ne, elhoztad a plakátot! Azt a gyerekek! Á, most voltak a Mind Show-n, azt mutatja azt a Mind Show-t. Azt az egyet, gyerekek! Emlékeztek, amikor ott a padokon álltatok és jelentkeztetek, hogy engem hív fel a színpadra! Engem hív fel a színpadra! Normika ilyen kis kockás kabátkába. Laucika, mi történt? Videó volt, az már meg tudjátok nézni, a mi reakciónkat nem. Most azt mutatjuk. Érdekes az élet, hogy eltelt 6 év, és egyszer csak ti vagytok a meghívott vendégek, a Mind Show-ra kérem tisztelettel. De az nagy, az nagy szó, hogy a Mind Show-ra meghívnak valakit. Hát ilyen zsédab mellé, te sok keci. Most mi bajod van zsédabban? Sajnálom, ennyi. De remélem jól van. Nem is voltam. Most még nem az videóban. Majd hol tetsz, majd a... Gondolod? Aha. Mert azt tudom, hogy a Normi gyerek az nem egy túl izgulós. Jó, én szerintem... azt mondjam. És megint tettek Laurát mielőtt szintén felé. Lámpalázas vagy az elején, de utána aztán belendülsz, utána már nincs gond, nem? Megnyugtatnád Laurát mielőtt színpadra lép, mert izgul. De azt akarod ki az egészben, hogy én pedofil vagyok. Dehogy is. Megnyugtatnám, persze, hát szegény még izé egy kistányért, te mondanak, hajrá, meg tudod csinálni, adj egy pacsit, azt nyomnál. Persze. De te miért így néz? Nem nézek sehogy. Persze, de ez jó, ez jogos. Szóval, de ez, ebből nem azt akarom kihozni, hogy a P vagy, hanem azt, hogy egy jó ember, mert hát, megnyugtat. Ja, persze, de hát minden kisgyereket értett a fellép, mit tudom én, szívesen elmondaná neki, figyelj, a légzésre koncentrálj, legyen jó kiállás, stb. Akkor vonatkoztassunk el Laurától, nem csak Laura, hanem hogyha igen, izgul, igen. Valaki felelésnél tanár leszel, felelésnél igen, nagyon izgul. Nagyon... Én tanár leszek, én szívesen, én megnyugtatom érte. De látod rajta, tudod, hogy szorul, hogy izzad, igen, dadog. Igen, és segítek neki. De szeretlek, ezért tisztelek. Na gyorsan bepattintom a CarPlay-be, én segítenék neki csak. Bármi van. Ügyesek legyetek, Laucika, hazajöttél, készültünk egy kis születésnapi ajándékkal, mert hogy a kicsi hercegek hercegnőinek most van a születésnapja, 14 éves lett a drága. Komolyan? Én felköszöntettem. Boldog születésnapot, Laura. Boldog születésnapot, Laura. Igaz, hogy ez most egy kicsit ilyen belemelődött az a szőkénapcsi, mert hogy ugye el kell menni úgymond dolgozni, de hát a videózás tűncsinapcsi, mert hogy nem, majd el kell menni úgymond dolgozni. A mi reakciónkat ezt most látjátok, csak a videót bármikor megtudjátok nézni, inkább a magunkat mutatjuk. De lokátort femelik, bazeg, hol van a lokátor? Leszarom, megnézzük, csak hogy ne szemeljük. Hol van a lokátor? Ja, hogy mi látjuk a Steve-nek a location-jét. Azt akarjátok mondani? Előbb nézzük meg a vidit. Nézzük. Ezt elkezdtük már, szóval. Én megnézem. És hoppa. Van még egy meglepetésem, mert ugye most 12-től lesz egy színpadon, utána meg 17-től, és a kettő a között tudom, a kis meglepetésemet majd elittárom. Ügyesek legyetek! Ez a veszély, gyerekek. Én is. Izgultok? Nem is. Izgulsz, kislányom? Mi? Amúgy még nem. Egy kicsit. Látod, ő nem is izgul, nem kéne megnyugtatni. Mert fasságokat mondasz, ilyen hülye szituációkat. Nem, azért kérdezem, nem mert izgul... hogy tanár vagy, hogy kezelnéd ezt a helyzetet? Leszel? Én megnyugtatnám. Egy kicsit! Én nem izgulok igazából. Jó a hangulat, elhívd az embereket, jó lesz mindent. Nem vagyok egy 20 percet. Tudom, ebbe benne vagy úgy, Cset? Fogogtak. Tudjátok a programokat? Nem lesz, mert ebbe benne vagyunk ebbe az új részbe, Cset? Valaki látta? Veszek neki egy YouTube prémiumot, azt nem hiszem el.
Chat, ebben a videóban benne vagyunk. Igen, benne. Hol? Mert lehet áttekerünk oda. Most nem Laura és Norman videót akarok nézni itt, fiunk. Áttekerünk a lényegre, mit szólsz? Csak hol van a lényeg, chat? Hallod, tesó, eltűnt a karom! Nincsenek vénykodjaim! Hol tűnt a karom, chat? Itt vagyok. De csak végig nyújtózkodtam azt. De tényleg, így észrevettem, hogy benned is befostam. Na, menjen tovább a videó, jó? Miért 50 éves palik rajonganak Lauráért? Hol vagyunk benne a videóban? Most ezt a másos részt majd megnézem holnap streambe, tesó. Várjál? Ide tekerek Normalhoz. Itt mi van? Mi? No, mi delek. Várjál, 9 perc, 15 másodperc. No, mi delek. Igen. Itt van. És mikor lesz fel egy live-ot? Vagy most mit szeretnél ezzel? Hát, játszani szeretnél? Nézzük itt az új gépeket, meg ilyenek. Új gépeket? Lassan lehet írnom ki az angyalkának, hogy mit csinál. Ez a baj, mert neki full setupja van. Minek a Normannak új gép? Hát én egy büdös szar gépről kezdtem el streamelni, normál. Hát a szarból is, a szarból kell először várat építeni, és utána lehet fejleszteni. Hogyha a szarból nem tudsz várat építeni, utána semmiből. Azt tud csak, aki... Érted? Tesó. Nullá, aki nem tud nullából pénzt csinálni, az 100 millió forintból se tud pénzt csinálni. Én ezt mondom. Szarból igen, de aki pénzt akar csinálni, ne streameljen. De hát a streamelni vagy angolul. Egy új gép már. Ez de miért ez nem jó már, vagy mi? De hát, hogyha ez a gép is lenne, ezért is újítani kéne egy kint. Tudom, hogy te leszek. Üzen be. Kéne én az új gépet. Aha. Igen, új gép. Normális, okay. Igen, váló. A másik pedig az, hogy szobát kéne cserélni. Állj, szokosabb, KDS, helyesebb, ezt írták. Akkor csináljuk egy IQ tesztet. Én jobban nézek ki, mint te tesó. Na mindegy. Bejössz a hálóba? Mint a régen, meg ilyenek, te meg itt lent. Jaj, Istenem, hogy megint ez a Normideleknek, megint ez a twitchelése, hogy mint gyerekkorában kitalálta öregem aztán. Gyerekkorában 5 éve ezelőtt is több mint 3000-en néztek élőben, az 10 éves volt. Drága fiam, hogy ennyien néztek, vagy annyian néztek, de most megint az a felület, hogy ott fogod fönnverni az asztalt, ott fogsz fenni kiabálni. Micsoda? Ez kajak? Ez igaz? Várjál, nem. Azt Lauval is beszéld meg, mert a Laura is igényt tart rá. Nem, de tényleg, hát most értette, hogy ezt kérsz az angyalkától, azt kérsz, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Amúgy is mindig azt akarja, hogy én csinálom egyből, hogy kiskora óta ugyanis. Mindegy, beszéljétek meg. Jó, apa, nyilván megbeszélem, ez a legkevesebb. Laura is streamelni akarom, és akkor megbeszéljük, hogy ez világ legnagyobb flash-e, Laura is normál videót nézni. A Steve setupján, ez a legnagyobb flash a világon, egyszer próbáljátok itt is. De én ezt fel sem fogtam, én meg annyira... Ez a legnagyobb flash a világon, Jett. Magyarán, te ezt biztos fogjátok intézni. Ocsmány az a szék. És akkor én ezt meg, mit szeretnék fönn? Képen fejlesztem, az alapból már ez is miért jobb. Itt a kis fényes lépcső, meg ilyenek, hát nyilván már be is lúzom. Itt a PS-t, amit te megvettél magadnak, és egyszer nem használtad igazából. Ez itt minden. Figyelj, ezt magamnak vettem, igaz, hogy kétszer játszottam vele. Ez már a PS-t. Nem, akkor legalább itt lesz szépen a anyádnak a szárítója is. Igazán, és on, innen fogod lesni, like hogy játszok, hol van a vacsora? Anyád, mekkora ázok. Egyáltalán nem tudok, mert ez itt pár hogy volt ott látszott. Ide egy kis kanapét fogok tenni. Belül ide belül terasz körbe. Ezt az asztalt innen most szépen kibontjuk. Ez az LCD-es kis asztal, ez egy kis emlékművédet, de most le fogjuk bontani szépen. De ne, ő szereti ezt a sárga feketét, ott is ilyen borginis. Itt is megcsinálni a borginis, ez egy szerintem hátra is kell hely, ilyenek tévé is kinézve. Figyelj, innen mindent kiszednék, lebontanám itt ezt az egész mindenséget, gyönyörű szépen ide csinálni, ez nagyon szépen itt egy szekrény, ide egy kis aggasztó. Hát ha most beszopott a Steve minket, akkor mi vagyunk tényleg a két ostoba. Akkor tényleg mi vagyunk a két ostoba. A Steve most be tud minket így ezzel csőbe húzni. Hát a Pali arra számított, hogy tegnap megyünk a lapjáraton. Az volt az egésznek a sztória, hogy én elmondtam direkt streambe, hogy jövő hét csütörtök, ugye most hét csütörtökön megyünk. Gondolom ezt kilinkelték neki, tehát szerintem készült rá ezen a héten. Miért gondolna, hogy egy napra rá később itt vagyunk? Mondjuk amúgy már fix tudja, hogy itt vagyunk, nem? És most ennyi idő alatt nem jutott el hozzá az infó, 8000 ember itt van tevéje. Fix tudja. Nem snitchelnek. Aki snitchel, az... Chat, snitcheltek? Ti patkányok vagytok, chat? Most tényleg komolyan kérdezem, patkányok vagytok, chat? Rendszámnál azt mondják, hogy rendszámnál van egy GoPro. Igen?
Azt akarod, hogy... Nem, ezek vagyunk mi chat. Ezt a community-t szeretem. Nincsen, amúgy nincsen. Akárra is nézem, nincs. Nem ott a fentinél mondják? Rendszám fölött? A kaliforniás. Aha. Aki stitchel, az buzi. Nézd meg gyorsan. Mert tényleg, hogyha most csövehoz így, akkor a legnagyobb idióták vagyunk a világon. Nincsen semmi chat. Hú, azért... Nem számít rá chat, most vág videót. Írsán a Pali. Ott nézd meg előrébb. Ott van. Chat, ez nem az. Az egy mikrofon. Nem, ez egy jéghoki koló. Ja, tényleg. Ez egy jéghoki koló. Tényleg, azt néztem is. Pókember. Mi van? A narancs mellett. Hallod? Az nem az. The money team. Oh yes, baby. I want it. Hasonlítok amúgy valamennyire Steve-re, chat? De Steve az még mindig hord ilyeneket, pedig ez ilyen nem? Justin Bieber-ös, ilyen 2015-ös. Itt nincs semmi. Ezeket megszüntetni, ide ilyen nagy fiókosokat tennék bele, hogy gyakorlatilag letisztult lenne, ezt az asztalt lebontanám, ide tennék egy ilyen nagyon komoly félkörüles asztalt, ide be tudja ülni, és így totál letisztulna mindent, ide tennék egy nagyon komoly ágyat, mindent körbe beépítenék, és gyakorlatilag itt nem lenne semmi, bejössz mondjuk két monitor, egy asztal, ide lenne valahol beépítve a tévé. Jó van. 14. Úgy feltöltözik ide, nem csak úgy, hogy ide nem így játszol, hanem itt akar lakni föl, érted? Itt. Uh-huh. Itt akarsz lakni. Igen. Hát ez akkor szomorú. Most nincs. Mivel? Itt most én akarod. Na, ezt mondtam. Amúgy valamelyik nap pont ezt akartam apára. Ezt mondtam szóval, neked, hát, akartad. Mondtam, hogy hiába iszol a medvebőrére, figyelj, neked de. Mindent akarsz, nem, a Laura csak ezt akarja, akkor viszont akkor az övé lesz a szoba. Mert mindig mindent ő kap meg előbb, mivel ő a idősebb, meg iszi minden, szóval ez most... Hát nem azért kap meg mindent előbb, mert ő az idősebb, hanem azért kap meg mindent, de mi benne van? Akkor ma benne alszol, jó? Ha elve... Milyen pókember? Csak nincs is itt pókember. Aj, Leum, mert te anyával aludtál 10 éves fölött. Pókember, az fölöttük volna a plafonon. Nem akarok, hogy a szempontból a Norminak igazat adok, hogy azért te itt nem biztos, hogy... Most csak hallgass meg! Na jó van, figyelj kislányom, beszélj! Jó van. Ezt a részt áttekerem. Na, így a kamerát úgy. Abba meg azt nézd. Karszfó flekláb. A hajszínválasztásunk többet jelent, mint gondolnánk. Kifejezi a való... Aj, Istenem, kupánál. Nézd meg, azért meg felbaszírogatják. Nincs is itt kupa, bazd meg. Ne. Hülyék vagytok. Meg a lópikulát, azt nézd! A nagy büdös semmi nincs ott. Chat, mi már megnéztünk minden polcot, semmi nincs ott. Ne idegesítsetek már fel. Full chillen. Belerondi a tervembe. Nem hiszem el. Nyilván apa most őt pártolja, mert ő sose kér semmit, és akkor most ez egyetlen kérésen, akkor ezt megkapja, meg most van a szüli napja, meg ő egy kicsit drága, legkisebb nálam. Ezt Adjuk már. Felbassz. Ez most már fel. Megint inkább adjon be még egy reklámot. Neki itt elképzelésem, viszont az a most már elég ismerős. Neki is, nekem is, szóval ez már túl sokszor szivatok. Azt teker, de... Kicsit erősebb maszkra kell játszani. Tuskát? Hát hol van a régalukát? Nem találom sehol. Jó ré... Csörög a telefon. Mi a szar? Srácok, ez most komoly, hogy ti ott vagytok a kibaszott irányában? Steve? Ne nyomj rá. Mit kell nyomnom? Csak nyomd, így. Ez Steve volt az? Ja, haló? Nincs térerő. Nem lát... Srácok! Haló! Ez a Steve. Ez most komolyan Steve? Mert most nem viccelődünk. Nincs kamera. Ez tényleg jó. Srácok, most ezt komolyan betörtetek az irodámba? Ez most vicc? Basz. Ne idegesíts már! Papca, te vagy az? Tényleg, vagy... ezt,
ezt írogatják itt a gyerekek, hallod, hogy ott ültek az ocsmány sárga székembe, ez most komoly? Hát bizony. Hát mi van, Steve? Hát mondta, hogy bejövünk az irodába, basszus. Csak éppenséggel nem tegnap, hanem ma jöttünk. Nem tudom, hogy ki segített, ezért ki fogom baszni, az kurva hétszentség. De már élőben vagyunk, Steve. Hallod, Steve, élőzünk. Élőzünk. Kapcsoljátok le az élőzést, de most tényleg kiteregetitek a kódjaimat, a szegyeseimet, megnéztetek mindent, tehát ezt nem is hiszem el, srácok. Oké, hogy megszopattatok, ez oké, rendben van, oké. De ez szerintem túlöltetek az élet célomhoz. Hát Steve, ilyen, ha a két okosabb baszakodsz, érted? Ja, azt vettem észre. De nem baj, srácok, az volt a szerencsétek, hogy nem tudtam eljönni a BMW-től, érted? Mert ott volt a kocsim szervizbe, most ültem bele, akkor most már várjatok meg, mert mindjárt ott vagyok. Itt ide jössz? Igen, mindjárt ott vagyok, ne menjetek most már el, légy szíves, várjatok meg. Urán el kell. Tudni akarom, baszlán. Hogy jutottatok be. Hello, szia. Hello. Mérges vagy nagyon? Igen, úgy el te kell. Te megyek Rómába, te menj Majorkára, én megyek Rómába. Mi a fasz? De miért ilyen kurva ideges most? Volt valami chat, volt valami privát, amit mi kilíkeltünk? Hát az összes kódját kilíkeltük. Konkrétan jutottunk, behekkeltük magunkat a gépébe, vágod, és innen nézik a videót. Go Róma. Hát tesó, én is Rómába megyek, hát én nem megyek máshova. Mind a ketten. Együtt megyünk le. Nem, vicceltem. Vagy én hallottam ilyen hátszeret. Pali, ez kurva ideges, hát nem hallottad, hogy hogy mondja? De az a baj, én nem bírtam. Cselt, szerintetek ők kajak ilyen ideges most? Nem hiszem, hogy Róma. Nem, vagy ideges. Na, az ami kurvára baj. Ne, jóba akarok lenni a Steve-vel, akkor most ezt hogy magyarázzuk meg? Ezt elbasztuk. De most ez most átlépett valamit, Nem, azért annyira nem volt nagy para szerintem. Mert nem tudom, te most megvárjuk, tiszteletbe beszéljük meg vele, megvárjuk, vagy most várjuk én elfutok a gyárt. Nem, szerintem várjuk meg. Én Róma, tesó, üsd már fel a vizert. Most van, jön repülő most. Geci, ezt nem hiszem, hogy folyton menekülnünk kell. Vizer. Vizer, Róma repülője egy, milyen nap van, hány óra? Chat, jön még repülő? Book now. De kurva lassú ez a gép, Steve, ezt nem hiszem el. Azt jó, meg... nem, telefonról csináld már, vagy valamit is jel már fel, de kajánlom. Várjál. Oké. Milyen szenzie van a papcának? A faszomat. Origin Magyarország és Destination Róma. Róma. Már december 2-a van. Nem tudom, bassza meg, nem tudom kezelni ezt a kurva gépet. Telefonról. Jó, telefonról, ezt nem hiszem. Mi van? Vizer. Készüljünk már fel a jövetelére. Ijesszük már meg, hogyha bejön. Azt akarod, hogy még idegesebb legyen, baszki. De nem ideges most. Nem ideges, mert ezek ordibált a telefonban. Hát nem csináltunk semmit. Jó, ne, amúgy várjál. Nem csináltunk semmit, csak betörtünk az egész irodába, kilíkeltünk 3 kódot, 4 biztonsági rendszerre jutottunk át, elvittünk 5 monitort, felbontottuk az egri bikavért. Kirámoltuk a Lambox raktárt, feltörtük a gépét, átraktuk a hátterét. Benyitottunk mindenhova, ahova csak tudtunk. Elraktam a parfümeit, kifújtam egy 40 000 forintot a nyakam. Hát, geci. De az mindegy, a pénzen ő nem ízél. Hát jó van, baszod, csak értem, most 2 gyerek betelik az életbe. Érted. De most ő mit akar? Tud valamit csinálni ellenünk? Az jól lebasz. Hát egy rendőrség kezdjük, hogyha nem. Áááá, kajak. Na várja, nézd. De ez a kajak nem vicc. Én nem gondoltam bele, hogy ilyen ideges lesz, azt hittem, hogy ezért. Róma. Nem kell visszaút, baszod, visszaút. Soha. Rómába költözünk. Róma, Budapest, Róma, szombat, holnap megy 7-kor. Hamarabb kell. Hát milyen nap van? Már ma nem megy, holnap megy 7, 7:55. A szürke a december 1-e. Holnap megy.
Baszki. Jó, holnap 7:55-kor Róma. Ha nagy a para, de most megverjük így a Steve-et élőbe, vagy lelőjük? Szerintem lehet le kéne lőni, hogyha ennyi. De én nem tudom. Ne lőjük le, tesszük, most miért lőjük le a csávó? Nem, bejöttünk ide az irodába, a csávó kirakott ide egy kamerát, leültünk oda, kirakta a videóba, úgyhogy azt mondta, hogy ezt megvágja, kirakta egybe. Most mi miért lőnénk le? Megvárjuk így. Azt mondja, Max, megnézzük a reakcióját. Jó, de ha mondja, hogy lelőjük, akkor meg csak letesz. Azt mondom neki lelőm, úgyse ért az elektronikához, azt mondom neki lelőm, azt leteszem a izéjét. Azt se tudja, hogy kell streamelni már. Jó, mit csináljunk? Rakjunk rendet, mert szét fel van forgatva minden, amúgy, mint az állat. Ezeket viszont én tényleg elrakom a táskádba, nem viccelek. Én azt akartam mondani, hogy azt viszont a táskámba azt nyomassad vissza a Laureus normális pólókat. Azt még azt nem is veszi várjuk észre. Várjuk be ebbe a pólóba. Öltözzük már. Jó van, jó van, jó van. Jó van, amúgy de tényleg az lehet. Bontsuk. Ja, bonts fel. Várjuk be a pólóba. De nem, az szerintem az jó néven veszi. Esse. Add ide. Azt felveszem én. Várjál. Lehet, hogy már esik ember. De adnál ide a feszülősre kell. Megnézem, várjál, melyik a másik. Esse, mind a kettő, látom. Ja. Mondtasa. Csett, felveszik a póló, de miért? Ez miért ilyen féloldalasan áll? Hol vagyok, nem benne? Átöltözünk, csett. Hülye, ez az esős, ez nagy. Nagy? Ja nem. Geci. Csett. Ez jó, ez rajtad, hogy feszültél. Ez így berag, így feltűröntesi, mint egy csajnak. Na már csak egy zsédávos párnát kell intézni. Várjál. Hallod? Jó, de ezeket rakjuk el. Ja tényleg. Jó. Meg rendet kéne rakni. Faszom. Mert el van torlaszolva az egész. De most kajok fel, elmondjuk neki, hogy elbasztunk valamit, lehet egy reszetlen a helyszínen szeget. Legyek megint ugye gyerek, ne legyen soha sok pénzem, mindig elmossa az agyam. Objektívan lássak, és akkor szívom a csárt. More alám rakják azt is, amit magam kéne szerezzek. Egyszer felbasztak a fára, aztán leszednek. De te rosszul már! De nem egyszer! Pakoltad ki a rendőr a helyszínen. Mert mifelénk a csárcinek. Nem egyszer, pakoltad ki a rendőr a helyszínen. Jó, várjál. Tesó, én szóról szóra vágom. Te nem vágod. A parfüm mit maradt? Azt a táskádat ugyancsak. Azt a táskámban. Azt nem veszi észre, hogyha eltűnik, szerintem. Azért csak nem hagyjuk itt. Várjál, nézek egy fitcheket, azért jó nézek ki, hogy nem tudom, hogy nézek ki most kívülről. Mit csinál ez az idiót, de azért eltorlaszolt az egész ajtót. Vállaljuk fel, mondjuk, hogy elbasztuk. De nem egyszer pakoltad ki a rendőr a helyszínen. Mi amúgy, ez jó fit. Ezt tényleg, ez tetszik. Ilyen lesz a két okosos mörcs is. Rábaszunk egy két okos, hogy ez készteny. Egy tojást rá. Logónkat ilyen 240p-be. Szerettem. Lokátor! Na most nézzük a lokátort. Csak bakker, akkor líkáljuk amúgy a izét, hogy hol van. Vagy azt tud. Akkor azt nem utassuk. De mi meg tudjuk nézni, hogy honnan jár papca. Jó. Nézd meg. Csett, hogy kell a lokátor? Hogy kell a lokátor beütni, Csett? Kurva életbe. De nem hiszem, hogy ez ilyen ideges maskajak a Steve. Ezt nem hiszem el, Csett. Segíts, ez gyorsan rakj, de... Ez hol volt? Hát rakjuk ide vissza. Mert ez hol volt? Itt jó. Ja, jó. Csett, most kajak ennyire ideges lenne a Steve? Az a baj, hogy ma már nem jön Róm. Ma már nincs repülő. Holnap megyünk Rómába. Várj egy picit, keresd rá. Szek. A kurva életbe, Csett. Ezt vissza kéne tolnom. Várj egy ceket, ezt vissza kell tolnom a izébe. Hát, én félek a Steve-től, esküszöm, Csett. Fix, te ideges? Hát nem tudom, ti hallottátok amúgy a telefonban a hangját? Ez az. Jó, ez lesz az, Csett. Ezt én ide visszatolom, esküszöm, mert nagyon ideges lesz a Steve a kurva életbe. Aj, jó, itt van, oké. Megyek! Csett, hol kell itt keresni alkalmazásokat? Hol tudom bejutni itt, hogy lokátor?
Hát az nem a Google-ben van, hanem az egy izé, nem? Alap nem Apple a funkció. Van, de igen, de itt vannak a... Na, nem tudom, hogy kell letáncázni, vágod a Google-it. Az a baj. Basz meg. Chat, segítsetek ma a KD-nek. Hogy tudod keresni alkalmazásokat? Mi a faszom ez a ping-ping-ping? Mi ez? De mennyi idő, amíg ide ér szerinted? 10 perc, 20, nem tudom. Ó, az gatya. Még hát, még Róma mehet. Most lelépjünk? Nem, szerintem vállaljuk, elbasztuk kicsit. Vállaljuk a film, vállaljuk. Mi a fasz? Ez mi van, hogy legjobb barát díjas Illó István. Ja, de akkor jó, kéne, hogy barátok legyünk. Most elbasztuk mindent. Hát most már kurvára elben, nem hiszem, hogy barátkozni. De hogy kell lepáltatni? Honnan tud, nincs file kereső? Nem, ez MQS. Command, gomb plusz space. Command. De ne enter, nem space. Persze, ezt nem akarom kilíkelni feltétlenül. Az meg a lámpa. Hát de bro, hogy lehet egy ilyen lámpát ide rakni? Ez használhatatlan, ez a MacOS, ez nem laggolni az állat. Baszd be a monitorját, baszd be a monitorját, most azonnal. Baszd be a monitorját. Ne! Azt sem tudom, hogy kell kikapcsolni ezt a gépet. Nem tudom, ezt meg kell nyomni. De most észre fogja venni, hogy feltörtük ezt is, az elt eddig nem látta. És lehet akkor tudod, egyel kevesebb dologért kéne felelősség. Ugye nem, ezzel a telefonnal nem vesz minket? Nem, ugye. Az egy 24 karátos arany. Anyád! Vágod, ez 24 karátos aranyból van. Igen, csillog, látszik benne, figyeld. Azt mutatom. Tedd el ezt is. Tedd el a zsebes táskádba. Elrakjuk. Tedd el a táskádba. Ez egy használhatatlan szar, de elrakjuk. Hát, az meg eladod 40 ezer millióért. Tedd el nagyon gyorsan. Jó, várjuk őt bossba, a székéből. Nem, szerintem így kéne vágni őt. Feszsütje! De úgy, ott bejárati ajtó előtt van kettén. Ez szülje. Szia, Steve. De mi vagy te, várj, de szopod utána, vagy mi ez? Én tényleg, most nagyon ideges vagy. Hát... De szerinted nem volt ideges? Hát nem tudom eldönteni, mert te azt mondtad, hogy nem ilyen, én kurva idegesnek hallottam, de most már rohadtul nem tudom. Szerintem ideges. Hülye, nézd meg, itt van egy csomó csoki. Ez gyorsan még ezt rakjuk el, amíg nem jön. Egy neked, egy nekem. Ez finom? Óvatosan fordíts. Hát, mentolos csoki. Ez jó. Nem csak a monitorok ragadtak 2015-ben, hanem ezek a cukrok is, amiket kiraknak. Ugye, rossz gesszi, nagyon kemény. Ezt mi hoztad ki, te szerencsétlen? Ezt vigy már vissza az irodájába. Jön. Akkor ide üljünk le. Rakjuk már a kamerát, nem, és rakjuk le, mintha nem is tudom, merénk rakjuk. Ide, nézd, ide lerakjuk. Jó, jön, azt várjuk. Kurva Isten, faszák. Baszki. Ó, baszd meg. Szia, Steve, szia. Szevasztok. Szia. Tényleg betörtetek ide az irodámba? Szia, Steve. Hogy a faszban néztek ki volt? Tényleg Laura és Norman skolóba hagytam. Ezt vettük, felvettük neked. Steve. Meg tudjuk magyarázni, bocsánat, szia. Halljátok, ez nem vicces, gyerekek. De most... De hogy a faszba jöttetek be, ezt mondd meg nekem. De Steve, ez egy prank. Semmit nem csináltunk, semmit nem... Nem. De ez nem prank, ez betörés, basszátok meg. Ez betörés. Ez nem prank. Üljünk le, beszéljük meg, hozunk valami széket, vagy valami, én nem tudom. Komolyan van, hogy hol van a kurva kamerátok, vagy mit csináltok? Ott van, élőzünk. Kapcsold már le. Jó, lekapcsoljuk. Ez nagyon mérges. Igen, de meg tudjuk mondani, hogy semmit nem csináltunk amúgy. Szóval meg mindent vissza lehet nézni élőbe. Nem csináltunk semmit. Gyerekek, a portán 5 percenként hívogatnak, de ami a legjobban, legalább pakoljatok már vissza, gyerekek. Ez most komoly iszét pakoltatok ide. Hát, az csak a ruhánk, de most semmit nem vettünk, semmihez nem nyúltunk amúgy, de tényleg. Nem, semmihez ne könnyeztél. Élőbe bejöttök,
basszus, a kódjaimat, a születésévemet, a bejáratnak a kódját. Tudjátok, hogy mennyi szart csináltak ezzel? Most komoly? Ráadásul most nem tudom, mert a portán 5 percenként hívogatnak a portáról. Hívják! Hívják! Azt a... Igen? Jó estét! Az meg azt, hogy megtudtuk rá a kaport. Nem tudja a rendőrséget lemondani? Meg nem, már kecsi. Várja, Igazából csak egy ilyen átverés, egy vicc az egész. Tehát nyugodtan, ha tudja, akkor legyen szíves, mondja le a rendőröket, jó? Biztos nincsen gond. Biztos nincs gond. Jó? Viszont. Köszönöm. Azt látok meg, a rendőrség lehet, hogy itt van úton, meg ilyesmi. Azért ez nem, ezt tudjátok, ez nem játék. Tehát ide betörtök, bejöttök. Ezt tudjátok, ez egy nagyon-nagyon jó prank, csak azért ennek van egy BTK-s része is. Ez full betörés, gyerekek. Ráadásul élőbe betörtek. Én feladom, én bemegyek a rendőrségre, amikor tényleg, ha kell. És mit mondasz? Nem, lehet, hogy elvisznek. Tehát lehet, hogy ez most itt magyarázunk a frankot. De most tényleg ideges vagy, Steve? Mit? Most tényleg ideges. Elhülyéskedjétek, hát bejöttök, hogy a faszba találtátok. De nem, ezt elbasztuk, ezt elbasztuk. Jó, nem volt. A kódot nem volt egész kitalálni. Tehát oké, hogy van egy vicc, van egy része, ami vicc, de gyerekek, azt gondolom, hogy ez már nem vicc. Tehát én azt gondolom. Tehát ez olyan basz, hogy bemennék a házadba, érted, és ráülnék a WC-dre, basz, és ott mit tudom én, törölgetném a seggemet. Tehát most ez milyen dolog? Vagy bemennék, érted, a cuccaid között turkálva. Igen, ez igaz, de elbasztuk. Nem, mert amúgy ez jó, hogy betörtünk ide, mert komolyabb kódok kellnek. Hát most komolyan születési éve, de tudod meg 1-2-3-4-5, már bocs, teljesen értem, mit mondok. Hát de gyerekek, tehát ez az én kis... Jó, ez igaz, de te is nevetsz, hát van ez a szarkó. Hát 1-2-3-4-5, de tényleg, de... Egy ilyen kódot megadni. Ez tényleg nem vicces. Egyébként itt volt egy ilyen táska, meg ilyenek, Egy kis táska. Nem volt semmi táska. Táska volt? Egy ilyen nagyon kis tasa. Itt hagytam benne, volt benne 3000 euró, meg 1 millió forint durván. Ez hol van? Nem volt hát semmi. Hát semmilyen táska nem volt. Most tényleg most nem... Itt van a fiókban, vagy ilyen? Ott van valószínűleg a fiókban, de most... Hát tényleg most ilyenek... Amúgy semmi olyanhoz nem nyúltunk, hogy az kárt okozzon, vagy valami... Hogy tartottuk a kereteket. Igen, ami prank kereteit, amennyire elbasztuk, amúgy tényleg nem kellett volna bejönni, de tényleg most akkor mi... Én azt hittem, hogy csak hülyéskedtek, ezt frankon mondom. Én azt hittem, hogy itt lesztek, átveritek a kolléganőmet, vagy valamelyiket, tudod, de én mindenkinek szóltam, ide ne gyertek. Én ma úgy is lett ma vége a videónak, hogy igen. Hát persze, én azt hittem, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát én azt hittem, csak hülyéskedtek. Mm. De én és álmomra nem... De hogy jutottatok be ide? Az még mindig értek. Hát ugye egyszer bejöttünk az a Bencéhez. Igen, azt tudom. És hát elvettük a kulcsát. Hát ott volt a kulcs. Bence kereste a kulcsát mostanában? Hát Bence nem, mert ő nem mindig ő zár, vagy ő nyit, tehát mire ő jön, tudod, akkor már nem biztos, hogy ő már itt vannak a kollégák, tudod, szerintem. Hát neki a kulcsát elvittük, ő nem vette észre, egész nap fele voltunk, nem is gondolta volna, de így jutottunk be igazából. Geri meg elmondta a kódot. Geri elmondta, mert egy fési kódot, csak mondtam. Geri, ennyire egyszerű... Bejönni, ma betörni valahova a mai világban, ez most nem, mert Gerinek annyit mondtunk, hogy itt van a Bence, nem hall minket, engedjen be. A táskát kerítsétek elő, mert... De milyen táska? Nem volt semmilyen táska. Itt volt egy táska. Nem volt semmilyen táska. Mi? Nem volt semmilyen. Kb. 2 millió forintot keresek, srácok. Betörtetek ide, köszönjétek fel a lóvét, biztos ott van valahol a táskátokban. Addig ma nem megyünk innen haza, az biztos. Basz, nem volt semmilyen táska. De itt biztos, hogy itt volt, mert itt hagytam az asztalon. De én azt kifizetjük. Van ennyi pénzünk? Hogy lehet ennyi pénzünk? Megy még? Nem. De mit akarok? Nem volt itt semmilyen táska. Ismeretlen számokról hívogatnak gyerekek. Frankon mondom, ezt nem viccelek. Itt biztos itt volt a pénz, ezt görgétek föl. Mi a raktárba bementünk, azt bevallom, ezeket a pólókat elvettük, meg egy bort. Hát mondjuk ezt le kell fotózom gyerekek, tehát ezzel zsarolni foglak benneteket. Ne! Ilyet. Nem, légy szí. Hallod, te így jussz alaúra, és normál pólóban. Feszül. Légy szíves, ne! Hát feszül kicsit. Nem véd meg az izom. Nem véd meg az izom. Figyeljetek, nem érdekel, az a zsetom meg lesz. De nem volt táska itt, esküszöm. Jó, srácok. Semmilyen táskát nem találtam. Valaki elvitt. Tehát én nem vagyok hülye, ide tettem le. Vagy ide, vagy ide. De előttünk ki volt itt? Nem kell indigesnek lenni. Gyerekek, senki nem volt előttetek itt.
De 3000 euró az csak zseppénz. Mit? Az, én ezt elhiszem, de itt volt az asztalon. Tehát itt, innen soha semmi nem tűnt el. Látjátok, 1, 2, 3, 4, 5-ös kódok vannak, meg születésévek, meg ilyenek. Tehát itt basszátok meg, itt nincs ilyen, hogy itt hogy eltűnnek dolgok. Ha valamit itt találjuk az asztalszélén, az itt van. Most ehhez képest nincs itt. Basszát, itt persze, nem is tudom ezt a gépet, miután kapcsoltam bele. Hát elég rossz, elmondom, hogy ez lassú, lassú egy gép. Elmondom nektek, ma vettem egy olyan kamerát, ki fogom majd cserélni a GoPro-t, mert tény és való, savazgattok, van benne igazság. Itt majd jön hétfőn, itt fog kezdeni egy technikus, az összes kamerarendszert, az összes kódot mindent meg fog változtatni. Törjétek fel a zsetont, hol van a pénz innen? Nem, hát és forint nem volt itt. Ezt tényleg nem tudjuk. Mennyi pénz van nálatok, akkor tegyétek ki az asztalra, nem érdekel. Át fogom nézni a zsebeteket, de frankon mondom, ez nem vicc. Jó, én kipakolom a zsebet. Hát de nincs, nincs, nem hordunk készpénzt. Mi a szar? Láttátok a fejeteket? Na ez milyen a baj, gyerekek, de most Franco, ez a baj ezzel. Bementek valahová, most én azt mondom, hogy 5 millió forintunk milyen tűnt el, akkor engem véd a törvény, gyerekek. De és mit fogtok állni? Én nem tudok semmilyen 5 millió forintról. Látjátok, ez a baj. 20 éves korotokban nem vagytok meg elég rafináltak. Ide bejöttök, most bármit elhittek. De Steve most végig szivattál, nem vagy mérges? De hát nem azt mondom, hogy nem vagyok mérges, mert az a helyzet, hogy én valamilyen szinten tényleg ezt, hogy ilyen leleményesek vagytok, meg ilyesmi, ezt tényleg értékelem. Én nem Basz tudom ugyanakkor, hogy mi a szart csináltatok itt, mert nem tudom elképzelni. De te mi, hát én a sírás környékén vagyok, az volt a baj, elmentem egy garanciális fékcserére a BMW-re. Igen. Megérkeztem a BMW-be, és ott írogatják a gyerekek az Instagramon, hogy a két okos ott van bent. De én tudok ezt azt, hogy hol van bent, így van bent, úgy van bent, és ugye én nem tudtam megnyitni a mi az Isten, tehát ezt a, vagy hívják a... ahol szoktatok live-on. A Twitch-et, tudod? Tehát én, ugye Laura szokta nekem megnyitni, nem tudtam, hogy megnézzem, hogy egyáltalán mi van. Baszki. Közben a BMW-n nem készült el, így ültem a BMW-be, mondom, csinálj valamit, baszd meg a kurva fékkel, érted? És úgy jöttem át ide. Én nem hiszem, most akkor... nagyon rossz érzés van bennem, de kajad, hány inger kerül? De különöm, szorú vagyok. Meg pisilnem is kell. Elmész pisilni. De tényleg felvettetek a Laura is normális pólót. Persze. De amúgy jól áll nekünk. Nem hoztam kamerát, gyerekek, hogy azt nem tudtam felvenni, mert tudom, hogy ilyen van, úgy jövök el otthonról, hogy van kamera nálam. Jól állsz ti? Oda néz, milyen deltásos srác, oda néz. Hát figyelj azért, megy a Gyurma Gyuri, és figyelj, mit szedsz, vagy mit szúrsz, vagy mit szúrsz? Mi a helyzet? Mi megy a tesztoszteron? Ez már csak izé van. Két mérettel kisebb. Oglitól tanultam, ő is így veszi a ruhákat, és akkor kiemeli. Hát úgy kell, mert az kiadja, úgy tudod. Kiadja. Hát a Berki is amúgy öltözött, hogy az ing így feszült rajta. Én de jó, nem. Most csak feszültségoldás érdekében, de tényleg akkor egy pacsit, vagy valamit szok, az a helyzet, hogy tényleg megígértétek, és betartottátok, és ez az egy szerencsétek van, hogy ha valaki valamit ígér, az én életemben az olyan, ha kezet fogunk valamire, ha valamit megígérünk, az úgy kell, hogy legyen. Á, de... Köszönjük szépen, basszmeg. Ez hát mi volt az? Valamit lehetett? Minden esetre azt azért hozzáteszem, hogy itt azért jó nagy kupoldát csináltatok. Tehát itt azért... Mi ez a bábúi? Hát szétnéztük. Hát azt hittük, hogy... Ez hasonlít rá. Figyelj, mert ez a bábúja, mint a srác. Figyelj. Ezt nem hiszem el. Érted? Tehát betörnek az irodámba, gyerekek. Hát figyelj, szerintem ezt még 70 éves koromban is emlegetni fogom. De egy biztos, megint egy jó dolog, mint a kameránál, itt is rávilágítottatok arra, hogy igen, rossz a rendszer. Ezen javítani kell. De akkor egy dologra azért tényleg végezetül nyugtassatok meg, senki nem segített, akkor ez biztos így volt. Hogy? Hogy tényleg ti magatoktól, tehát akkor végül is bejöttetek, és a Bencét azért jöttetek. Hát a Bence az teljesen vaka, nem tudom, ő mit gondolt. A Geri leírta a belépési kódot igazából, de mi azt mondjuk, hogy a Benci azért... De akkor azért jöttetek be a múltkor, hogy megnézzétek azt, hogy mi a... Mert ugye ez benne volt a Laura Norman videóban, amikor a Bence fölvett benneteket, tudod. Igen. Tehát akkor azért jöttetek be, hogy direkt eljátszottatok a hülyét. Igen, de még láttuk is a kamerát, tehát a Bence el se dugta. És még direkt megvezettük
Titeket is, meg a nézőket igen, is. Igen, azt mondtam rá, jó, mi a kamerát is láttatok, hogy a kamerát is láttatok, ami itt volt, azt viszont nem láttátok. Azt nem, azt nem. De, és akkor gyakorlatilag innen jött a... Tehát akkor ti ezt már előtte, ez akkor igen, már igen, napokkal ezelőtt meg volt. Direkt, ez már hetek óta tervben van. Azt mondtam live-ba direkt, hogy csütörtökön jövünk, hogy te csütörtökre készülj. De én meg tudom, hogy ma vágjátok a részt, de direkt mögöttünk el. Hát meg az a helyzet, hogy igen, ma ráadásul nagyon jó kitaláltatok, mert a rövid napja volt mindenkinek. Tehát ugye ma általában dél egy órakor hát elmegy mindenki. Tudjuk, ezt is tudjuk. Óriási gyerekek. Figyeljetek, olyan ideges lettem, jöttem be a portán, és a rendszámot nem is felette fel a sorompól, tudod? Mondom, ezt nem hiszem el, basszus, hogy a rendszámot is letiltották a rendszerből. Mondom, letépem azt a kurva behajtás, azt a nem tudom, a sorompót, és azzal verem meg a portást, öreg. Mondom, ilyen azt nincs. Minket. Hallod? Azt mondom, ezt nem hiszem el, mondom, hát itt mondom, itt mindenki ellen dolgozik. De akkor szent a béke, Steve. Szent a béke. Figyelj, most azt kell mondjam nektek, figyelj, most... Most kvittek vagyunk így, de most tényleg, most tényleg így... Nem. Most én mondom, srácok, ezt így, én. Tehát mostantól úgy járjatok ki, figyelj, nézzetek a hátok mögé, mert figyelj, nem ismertek el az oldalamról. Ez most nagyon-nagyon kemény lesz. Azt kívánom nektek, hogy ugyanolyan hetetek legyen, mint nekem ezzel az egész szarakodással. Ez háború lesz? Nem háború lesz. Figyelj, én úgy meg foglak prankelni, hogy elmondom nektek, hogy... De figyelj már, de Steve, de vagy hogy egy... a Twitch-nek a kódját elfelejtitek. De vagy egy podcast, vagy egy beszélgetés, egy podcast beszélgetés, attól még velünk? Hát csak akkor, hogyha ezt a témát nem hozzátok föl. Milyen tehát, ezt nem akarok úgy egy podcastba úgy beülni, mert egyébként tényleg most már megvettem az ajándékotokat minden, úgyhogy szeretném ezt odaadni, de ne úgy legyen beszélgetni, na, itt van ez a hülye, ne, bazdegednek, bementek az ide. Nem. Hát az olyan hülye, ennek tényleg 1-2-3 évig voltak, hogy nem. Szeretnék ilyen handicapből belépni. Nem. Jó van, ezt akkor megbeszéljük. Ilyet, nincs nekem is egy ilyen rámvaló Laura és Norman Paul? Ott, ahol találtatok egyet, az nem lehetne egyet hoznám. Nem tudom, a raktárba. Mekkora a legnagyobb? Nem tudom, de figyelj, annyi, hogy nekem nem válba leszünk, hanem hasba, de nem probléma ez. Tehát csinálhatjuk. Én nem hiszem ezt el, hogy itt vagyok, ilyenkor, én nem is tudom, van vagy 5 éve, hogy szerintem péntek így este nem volt. Szerintem el kell beszélgetned a Bencével meg a Gerivel, hogy... Kicsit, hogy kinyissák a szemüket, meg kicsit bamba mind a kettő, bamba marha. Ezt te mondtad. Fú. Hát amúgy Steve, bezárnád a gépet, még nyugodtan zárj be mindent, nyugodtan leállíthatod. Ja, figyeljetek, én remélem, hogy nem töltöttetek le semmit rá, vagy nem... Nem, semmit. Nyugodtan zárj be mindent, én nem tudom, hogy kell kezelni ezt, aztán... Na elmentek a... Ez most komoly, ez lett a háttérkép. Ez most már így kell, hogy maradjon. Ez így kell, hogy maradjon. Na, én ezt átgondolnám, öcskö. Figyelj, őszinte leszek így, hogy most nem tudtam, hogy ti voltatok, én nem ismernélek meg benneteket. Hát hogy a szarba lehet így kinézni? Mi ez a ovizsarus jelmezik? Hát ez Men in Black. Ja, ez az? Ez Men in Black. Igen? Persze. Igen. Óriási. Ezt szerettem. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. De ez most melyik kell, hogy maradjon? Ezt most nagy óriási pofonba szaladtam bele, ezt elismerem. Tehát, hogy ez most, és még ráadásul pancser módjára, mondom a Laura és Norman videó végén, mert ugye gyerekeim összevesztek a szobán, még mondom pancser módon, hogy na mi van, két okos, nagy okos, vagy nem tudom, úristen, hogy meglettem cigisztetve. A videó végéig első jutottunk. Úristen, hogy meglettem cigisztetve, gyerekeket, ezt nem hiszem el. Ráadásul egy melegítőbe, tehát nem az, hogy ráadásul, így tudod, így főnökösen be tudtam volna toppan ilyen silószlágyba, érted, egy ilyen elnyúlt, nem tudom, ilyen valami melegítőbe. Ez nincs toppon. Mi? Ez nincs toppon. Te beszélsz hozzám? Hát jó, ez egy nem mörcsöt. Kajan? Ez egy mörcsöt. Hát a baszad attól még nem azt jelenti, hogy jól áll rajta a baszd. Ezt nem hiszem el. Ilyen hát de nem azért mondom. Mert is kértem, hogy cseréljék ki. Hát nem hiszem el, érted? Tehát nem baj. Szomot. Nem baj, jó van. Ez figyelj, szám kiszáradtan ideges voltam. Tényleg jöttem. De fú, nekem meg olyan kő esett le a szívemre, amikor elkezdtél röhögni. Hallod azért azt... Én nem is olyan switch-upot toltam. Először nem. Ilyen full meg, és aztán elkezdett ilyen robot sarussal röhögni. Nem. Nem, hát nem az volt. Figyelj, tehát őszinte leszek, én féltem attól, hogy túltolom. Mert láttam egyébként, hogy Dávidnak már tudod ilyen... Már bekönnyesedett. Már így hajlik lefele a szája, tudod, mikor a fiam iszén kicsi volt, tudod, és akkor valamiért lecsesztem. Na jó van. Kiköszönünk ezt, én ezt nem folytatom ezt tovább. Óriási. Jó van. Na akkor egy bolond kiköszönést toljunk már. Kiköszönés. Kösz srácok, hogy itt voltatok velünk.
Legközelebb érkezünk majd Steve-et. Nem, én érkezek, hallod? Én te jössz hozzánk? Beszélgetésre? Ja. Vagy majd, de nem, de tényleg már reprenkelj viccelünket, én félek. Ne aggódjál, figyelj, ezt most visszakapjátok, de úgy stílusosan, a régi idők szellemére. Jó van. Cseh W, köszönjük, hogy voltatok, de akkor nincs haraga. Nincs, harag nincsen. Majd jó van. Csak tedd le nyugodtan. Jó van, lerakjuk utána, majd hívjuk a rendőrséget.